Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a háromharmad podcast, és mai ö, vendégem pedig Fahé Tomiként ismert, Instagramon lehet, hogy követitek. Egy kicsit mesél magadról, Tomi, honnan ez az elnevezés, mit, mit érdemes tudni rólad? Szia Peti, köszönöm a meghívást. Hát fajtomi. Tomi, egyébként ez egy full brand építésnek Aha. indult, de nyilván mivel Fahé, hát minden, ami, ami Fahé és azt szeretem. Aha. És innen indult egyébként, hogy hogy mi lenne, ha ez lenne az, uh -huh. az idézőes brand nevem, és így kezdtem neki ennek az egésznek. Uh -huh. Ö, nyilván nagymamám ő, hát nagyon sok desszertet készített nekem gyerekkoromban, szóval, de mindenki így van ezzel, Aha. és ő építette belém ezt az egészet, hogy, hogy akkor nyilván ebéd után desszert, vacsor után desszert, stb. <laughs> és Ezek hát, a nagymamák. És általában mindig, mindig fahíjas. volt minden és, ez annyira belém kódolódott szerintem gyerekkoromban, hogy, hogy ez, így, ez a mai napig ami mi faj, és az én vagyok. Már egy a DNS lánc is egy ilyen faj. Lehetséges, ciga. lehetséges. majd egyszer megvizsgálom, és akkor, és akkor, lehetséges, igen. Na, szuper. És mivel foglalkozó egy kicsikét mesél a kedves nézők, akik esetleg még nem, nem ismernek téged, így a háromharmad csatornát követik, viszont téged esetleg nem. Ezt előjáróban mondanám, hogy mi, mióta ismerjük egymást? Egy Másfél éve körülbelül? Másfél, kettő szerintem. Igen. Ugye a MyProtein-en keresztül uh, ismertük meg egymást, én már korábban is követtelek és uh -huh. nézegettem, mert nagyon jó recepteket szokták kitenni Köszönöm. Instagramra, és ezért is hívtalak meg, hogy egy kicsikét beszélünk így akkor így, hogy számodra mit jelent az egészséges életmód, milyen recepteket, hogyan csinálsz, milyen mentalitással, hogy egy picit mesélj egy ilyen lór történetet, hogy honnan, honnan lett az egész történet. Jó, hát először is ott kezdném, hogy milyen fura, amikor te is mondtattál az egyik ilyen podcastedbe, vagy lehet, hogy beszéltük is, vagy My hogy MyProtein találkozón, dumáltunk ilyesmiről, hogy keresed azt, hogy amúgy hogy tudod definiálni azt, amit csinálsz. Uh -huh. Mert That's ugye yeah. Yeah. személyedző is vagy, vagy, vagy foglalkozom Aha. ezzel is, meg podcastezel is, stb, nagyon sok minden mindent yeah. elfoglalkozol, és, és benne is vastagság kezdett el kirajzolódni, hogy amúgy én hogy, hogy is tudom tituálni magamat, Aha. És mostanság, most már kialakult bennem az, hogy szerintem, és erre ugye szakma sincsen, uh -huh. uh -huh. hogy én egy mentes desszertfejlesztővé váltam, így az évek során, és ezzel is foglalkozom most már. Nyilván hozok az Instagramra ingyenes recepteket, meg ezzel is indultam el. Uh -huh. szóval ez, az, ez volt az indulás, egyébként a MyProtein is nagyon nagy hatással volt, amikor mi elkezdtünk együtt működni, mert ők voltak az elsők, akik azt mondták, hogy ez milyen jól tudna mutatni a profilomon, uh -huh. hogy én desszerteket osztok meg olyan embereknek, akik sportolnak, és így be tudják illeszteni a desszerteket a, az étrendjükbe. És, és mai napig ugye ezzel uh -huh. foglalkozom, hogy Instagramra, készítek recepteket, nagyon egyedieket szerintem, uh -huh. szóval olyan, olyan mentes desszertek vannak a, a, a profilomon, amik, amik máshol nincsenek, és most már ugye kezd ez egy kicsit szakma lenni, uh -huh. ez ez a mentes és de még mindig nincsenek szakemberek. Uh -huh. Így tök jó érzés az, hogy engem hívnak éttermekbe, kiszállítói cégekhez, akik egy kicsit jobban akarnak odafigyelni ezekre a vonalakra, és engem hívnak azért, hogy, hogy fejlesztek nekik mentes desszerteket. Mm -hmm. Igen, ez egyébként nagyon jó, meg nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt azért, mert sokan úgy vannak vele, hogy nagyon sokaknál tapasztalom, akik egy együtt dolgozok, hogy egyszerűen úgy gondolkoznak az egészséges életmóddal kapcsolatban, vagy úgy gondolnak a diétára, hogy akkor csirke is. És akkor ennyi, meg brokkoli esetleg, hogyha még valami zöldséget is akarnak bevinni. Amikor meg ugye nem diéta van, akkor pedig az, hogy mindennek a fölzabálása történik gyors stb. 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 És egyszerűen nincs meg a balansz, és ez részben szerintem információ hiányból adódik, mert nem tudják tulajdonképpen, hogy mit tehetnek, mennyit tehetnek, hogyan lehetnek, és szerintem ebben nagyon sokat segít segítenek az ilyesmi jellegű tartalmak, amik fönnyitják az emberek szemét, hogy azért elég sok mindenből lehet választani, és nem kell minden megvonod magadtól ahhoz, hogy te egy jó formát tudjál mutatni, ugye erre példa vagy te is. Igen, igyekszem én is hiteles lenni abban, amit csinálok. Nyilván, hogyha ha egy picit húsibb lennék, vagy, uh -huh. vagy stb., fedettebb, vagy, 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 vagy pont az ellenkező, a vékonyabb, uh -huh. stb., akkor, akkor nem biztos, hogy, hogy hiteles lennék a szakmámba, hogyha most már ezt uh -huh. lehet szakmának nevezni, és igen, amit mondasz, hogy információhiány, hát ez a mentes deszerteknél, az egészségesebb deszerteknél, hát ez, ott is brutálisan uh -huh. nagy információhiány van. Nyilván ez, ez már annak is köszönhető, hogy az emberek átlag gondolkozással rendelkeznek, de ez azért is baj, mert ugye mindent készen kapnak. Uh -huh bemennek a boltba, és ha rá van írva, a gluténmentes, ugye ez van már információnak elrejtve mindenhol, a gluténmentes az már biztos, hogy egészséges. Uh -huh. És ugye milyen érdekes, hogy ha bemész egy, egy egy szupermarketbe, majdnem a harmadik sorban már ezeket a termékeket találod, majdnem ugye a, a sima pékség, a Aha. péksütemények után, milyen csalogató, hogy ott az első péksüti jó, nem veszem meg, mert mert én szeretnék tudatosabb uh -huh. lenni, de ott van rögtön a harmadik sorban gluténmentes, és, és akkor az információ hiány azt képezi, hogy megveszi a gluténmentes akármit, de azt nem nézi meg, hogy egyébként milyen alapanyagokból uh -huh. készül, mert lehet egy gluténmentes csiga mellett, vagy pogácsa mellett van különbség Abszolút. kettő között, hogy például amit én készítek, azok olyan alapanyagokból készülnek, amik jól felhasználhatóak akár a sportos életbe. És amik inkább ilyen ö, szupermarketekben találhatóak, azok, azok ilyen kukoricalisztes mm. dolgok. Én úgy gondolom, hogy nem a legjobb az emésztésnek mm -hmm. sem. Hát ez meg a másik nagyon fontos dolog, hogy ö, nemrégben csináltam egy videót videótermet, kicsikét itt a podcast előtt is beszéltünk, hogy a bélagy tengelyről, hogy mennyire fontos az, hogy az ember ténylegesen táplálja a szervezetét. Részben azért az immunrendszere rendszere jó működjön, mentális egészségnek örvendhessen, és itt is azért kulcsfontosságú, és én annak vagyok a hív, hogy alapvetően nagyon kevés vagy szinte semmit ne vonjon meg magától, így ámblokk az ember, viszont arra azért érdemes odafigyelni, hogy mi az, amit jól emészt az ember, mi az, ami után puffad, székrekedése van, vagy éppen hasmenése, Igen. és ebben is azért rengeteget tudnak segíteni ezek a fajta desszertek. Plusz, ami szerintem nem alulértékelendő, az az, hogy ugye ö, el lehet azt mondani, hogy persze egy ilyen csirkét meg is megbrokkol, hogy szuper, csak hogy mennyire lesz az fenntartható tulajdonképpen az ott ember életében. Hát ugye az a probléma ezzel a csirkel is, hogy, hogy oké, okay, hogy lehet, tudod egy hónapig csinálni, de utána kizsigereled magadat Igen. egyébként, és, és nem biztos, hogy ez jól fog visszajönni. Lehet, hogy egy hónap alatt leadsz, mint két-három kilót, meg lesz, leszel, stb. Nyilván attól is függ, hogy mi a célod. Persze. De, de mentálisan is ürülsz ki kifele folyamatosan. És, és, most már szerintem azért 2024-ben el kell arra jutni arra a szintre, hogy, hogy hogy ha már jól edzünk, jól kajálunk, akkor miért ne lehessen jó a deszertünk uh -huh. is? Igen. Szóval én, én ezt próbálom most már mindenkivel belesújkolni, hogyha adunk mindenre, az életkörülményekre, meg mindenre tényleg, akkor miért kell uh -huh. egy rosszabb desszertet? Nincs, nincs baj a rosszabb deszertet. Szóval. Én, időnként lehet azt is. Meg mi a rosszabb desszert? Szóval ez is olyan... Aha. Mi, mi a rossz desszert? Tegnap is fagyiztam. Szóval, és nem mentes fagyit ettem. Szóval ez, ezt szerintem mindenkinek arra kéne egy kicsit ö, ö, sarkalnia magát, hogy jobban belelásson az a pont, amit te is mondta hogy mi az, amire reá, hogy reagál a szervezeted? Uh -huh. Mit, hogyan tud feldolgozni? Hogyha a glutén most dolgokat nem tudja normálisan feladatozni, egyébként az enyém se. Uh -huh. De ez is tök változó, mert amit otthon elkészítek, azzal nincs gondom. Uh -huh. De hogyha tegyük fel, bemegyek egyébként egy pékségbe, uh -huh. és oké, okay, hogy kovászolt, meg satöbbi, én én bepuffadok tőle. Uh -huh. Szóval, hogy annyira, meg be is vizesed, uh -huh. be pedig csak ettem egy vekni mert uh -huh. Szóval, hogy ö, erre kéne egy kicsit én amikor azt mondom, hogy valaki változtat az életmódján, én ezt kb. kötelezőnek tenném, hogy hogy tanulj meg főzni. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy, hogy ilyen programokban egyébként egy kicsit így odaírnám, ilyen, ilyen kis lábjegyzetnek, hogy amúgy nem árt egy kicsit uh -huh. tanulni. Hát, az biztos már csak azért se, ugye, mert... Um, akkor fogod te pontosan tudni, hogy mibe mennyi van. Oké, okay, hogy milyen alapanyag, de hogy mennyi kalória, szét, szédre, zsír, és sokan szokták kérdezni például ö, kezdő életmódváltók, hogy oké, hogy hogyha elmegy étterembe, akkor honnan tudja? Hát nem fogod tudni pontosan, nyilván, ha már egy ideje számolgattál, ilyen előnye is van a kalóriaszámolgatásnak, hogy akkor kialakul már a fejedbe egy ilyen Um, szemmérték. És olyan. hogyha mondjuk betennének egy, mit tudom én, kóraik a jádában, meg lennék lőve. Már azt tudom, ez most micsoda, hogy ez fehér, hogy forrás, hogy mi van de vele. Jövő. De azokat az ételeket, amiket hogy nagyjából eszem, most már azért egész jól meg tudom satsolni. Hát. És ilyen előnye is vannak, hogyha főz az ember, mert nyilván oké, okay, hogy meg tudod satsolni, de azért annál még egy fokkal jobb plán, hogyha um, komolyabb erőfeszítést igénylő céljaid vannak, mondjuk versenző, vagy hogyha többször eszel olyan ételt, aminek pontosan tudod a, a, a tartalmát. Hogy ne, hát ezért is fontos az, hogy nyilván Látjuk a, a versenyzőket, látjuk, akik, akik ezzel foglalkoznak, nem, nem kell, hogy ez mérték legyen nekünk. Uh -huh. Inkább azt kell kitűzni, hogy hogy a saját, ahonnan mi elindulunk, akkor hogy saját magunkhoz hogy tudunk fejlődni. Uh -huh. Szóval nem, nem szabad oké, okay, tök jó, hogy motiválnak az ilyen emberek, de de szerintem sokan elkövetik azt a hibát, és ez kicsit a social médiai hibája is szerintem hogy mindenkinek kicsit ilyen testképzavara van. Aha, hát, jó, ja, És a biztos. szerintem a nem, nem lövök félre, kicsit félre, hogyha neked is, vagy nekem is. Aha. Mert hát szerintem valakinek, valamely, aki benne megy a fitness világába, az ő tök, hogy fejlődik folyamatosan, viszont szerintem valamilyen szintű elégedetlenség is, és belekerül az ember, hogy milyen kicsit lehetne fejlődni. Igen. Ami szerintem lehet jó és meg rossz is, de a kérdés az, hogy az ember hogyan viszonyul le ez a kérdéshez, és hogyan, hogyan használja ezt fel. Hogy, hogy úgy van bőle, hogy alapvetően elégedett magával, de szeret még kicsit kihozni bőle, vagy alapvetően csúdepressziós azért, mert nincs 5% testzsírja egész éven keresztül. Igen, meg ugye a hasonlítgatás, szóval mi hasonlítgatjuk magunkat valakihez, és ez a legnagyobb probléma. Hát igen, és nem könnyű azért nem beleesni ebbe a hibába, nem, az tény. Nem, pláne nem, ugye a TikTok világában, én azt látom, legkárosabb, uh nagyon sok fiatal fogyasztja, és egyre elterjedtebb így a anabolikus szereknek is a használata, akár tínézserek körébe, és nyilván kialakul egy ilyen testgépzavar, ebből az oda, hogy látja, hogy más az elkezdett edzeni, 15 évesen egy év alatt felszerelt 15 kiló volt, egy és akkor ott áll a, a srác, hogy Úristen, nekem ez nem sikerült, akkor mit tanultam el közben? Valószínűleg semmit, csak egészségesebb utat választotta. Igen, és és az a gond, hogy, hogy nagyon egy gyors világot élünk most már, nem mint amikor mi elkezdtük, uh -huh. valószínűleg 7-8 éve kezdtem el edzeni, és akkor ez még nem volt ennyire. Uh -huh. ennyire. Hát, ja, igen, az biztos. Elterjedt, hogy akkor mindenki edzőterembe jár. Hát, Basszus tényleg lemegyünk az edzőterembe, és, és amúgy a korosztály 17 éves. Ja, szóval, igen, igen, sokan vannak. Ugye? ja. ja. De ennek végül is örülök egyébként. A baj inkább azzal van, hogy például hát Magyarországon is van egy ilyen tendencia, de főleg az USA-ban, sose volt ennyire népszerű a fitness, viszont sosem volt ennyi elhízott se. A, Tehát, hogy van, 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 kereslet, ugye, mind a kettőre tulajdonképpen, és eszik az emberek a, az ultrafeldolgozott kalóriában gazdag ételeket, amire elköltenek egy csomó pénzt, uh -huh. akár otthon főznének, aztán pedig elmennek a terembe, megint csak elköltenek egy csomó pénzt, akár hasznos, akár kevésbé hasznos táplálékiegészítőkre, egészítőkre, és akkor ez egy próbálják munkat egyensúlyba tartani, miközben lehet, hogy jobban járnának, hogyha mind a kettőből egy kicsit visszább vennének. Igen, igen. Nehéz belülni egyébként az arany középutat, ezt, ezt szerintem. Ezen mindenki átmegy. Aki, igen. aki, csak ugye van, aki tovább viszi, mint mi egyébként, van, aki teljesen abba hagyja. Szóval, hogy ez, itt is a balanszt kell megtalálni, mint mindenben, ahogy, az, ahogy a, a, kajálásban is. Igen. Szóval, hogy, hogy szerintem fontos az, hogy kialakítsunk magunkba egy olyan dolgot, hogy, hogy Akár megengedhetjük magunknak a, a, a cukros desszerteket, a, a nem éppen annyira tápláló ö, ö, ételeket, nincs ezzel se, semmi gond, csak én erre is azt mondom mindig, hogy na, annak találjuk meg a helyét. Uh -huh. Igen, és itt vannak, szerintem sokan bajban, és uh, kicsit itt a képet talán ki is tisztíthatjuk, hogy összességben mindent lehet enni, csak nyilván nem mindig, is nem bármekkora mértékben. Így. Szóval meg szoktak lepődni nekem is követőim, hogy mondjuk elmentem valami gyors étterembe, és mondom, rendben van, csak hogyha van egy nap négy étkezésem, egy héten 28, oh. és abból egy az ilyen gyors érterem, nem pedig 12, akkor azért az nyilván más, és um, ezért is baj az szerintem, hogy sokan úgy gondolják, hogy ha most már mit tudom én, kifutottak a kalóriakeretből, vagy csaltak, akkor most már mindegy. Miközben Aha. pont nem így működik ugye a kalória, tehát nem mindegy, hogy 200 vagy 2000-re leszett túl magad, vagy 20 ezerrel valami oknál fogva. Igen. Hát jó, ezt is tök jól elő lehetne vezetni, hogy, hogy most itt ez a pohár víz, és elkezdjük beletöltögetni a, yeah, a vizet, yeah. és hogyha csak kicsit csordul tovább, az letörlök. Yeah, yeah. De ha már teleöntöm is, és kifolyik az egész, akkor hát mosatok igen, fel yeah. teljesen. Ne, nehezebb utólag ilyen dimics kontroll csinálni, hogyha, hogyha nagyobb a, a probléma, és ez lenne szerintem nagyon fontos, tanulság közt, hogy az emberek egy kicsikét rögzítsék magukba. Meg ugyanez a, a, a diétákkal is, hogy, hogy oké, okay, hogy te elérsz egy eredményt rövid idő alatt, de nem lesz fenntartható, akkor ugye megint gyakorlatilag hiába való volt az egész. És vannak tanítványaim, akik mondjuk úgy jönnek hozzám, hogy már ötször, hatszor lefogyott, uh -huh. valaki mással vagy egyedül, de most megint itt tartunk, ugye? Mert nem volt számára fenntartó az, amit, amit csinált, vagy legtöbbször nem is tudják, hogy miért fogytak le, mert nem adnak, nem adnak elég információt az edzők, vagy aki uh -huh. dolgozik együtt, vagy neten lát valami diét, és akkor úristen kipróbálja, hogy most csak mit tudom én, főt teszik egész héten, és persze le lehet mindenféle kőkorszaki, meg kevésbé kőkorszaki Pest. módszerre módszerrel folyt, csak kérdés, hogy mi van utána. És ebben nem gondolnak bele sokan, hogy onnantól kezdve hogyan tartsák meg, mag, tartsák meg a, a testüket, amiket elértek, uh -huh. viszont ebben pont tudnak segíteni ugye az ilyen diétásabb receptek, mert az emberek vannak azért Fiziológiai, meg pszichológiai szükségletei is, és nem baj, hogyha azokat is elégíti az ember, és mert nem, nem gépek vagyunk, szóval hát nem baj. Po pontosan, amit mondasz egyébként, igen, hogy én is beleestem abba a hibába, hogy nyilván én is, amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor én is egy kőkorszaki rizs diétát csináltam, jó, rohadt jól néztem ki három hónap után, <laughs> jó, nem is voltam így, nem volt sok felestem, <laughs> de, de tehát három hónap alatt tényleg egy nagyon jó formát el lehet érni, hogyha az ember ezt full százszázalékosan betartja, de igen, mi van a, utána? És nálam is ez volt, hogy mi van utána, és akkor kezdtem el ezzel így agyalgatni, hogy na jó, jó, rendben, de mi van akkor, hogyha én ezt nem teljesen így akarom uh -huh. csinálni, és saját magamnak akarom ezt kialakítani, és szerencsére ráéreztem erre, és, és, és örülök annak, Aha. hogy ezzel tudok foglalkozni, Aha. amit szeretek, amihez van érzéken, mert mert én azt is el tudom képzelni, hogy nagyon sok embert húz az vissza, hogy nem azzal foglalkozik, amit, amit ami tényleg szeret, és, és nagyon nehéz úgy mást is csinálni, jó uh -huh. kedvel, például egy, egy diétát, egy, egy étrendet, egy, egy új életstílust, stb. a többi, hogyha ott van mellette az, hogy a többi részt, amit ö, a napba töltesz, azt, azt, azt nem is szereted, uh -huh. akkor ez... Nem tudsz százszázalékosan csinálni semmit sem Igen. szerintem. Kellenek Igen. olyan alapok a, a, az életedben, amik, amik, amik majdnem százszázalékosak, és tényleg ott, ott, ott tudsz lenni fejben, és, és lélekben és mindenben. És akkor ez, ezáltal ez, ezek nagyon sok mindenben tudnak segíteni. Igen. Hát az abszolút jó. Nyilván sokan úgymond érezhetik ezt, nézik ezt a podcastot, hogy ők, ők nem ilyen helyzetben vannak, ő nem teheti meg stb. stb. stb viszont Gondoljunk abba bele, hogy, oké, okay, lehet, hogy nem fogsz százszerzalékos odafigyelésre még edzeni vagy kajálni, de attól függetlenül, amit tudsz kontrollálni, próbáld meg azt a lehető mértékben. Igen. Akár az, hogy mondjuk például volt ilyen uh, tanítványom is, hogy mondjuk ő seregben van benne. Uh -huh. És akkor nem tudja kontrollálni nyilván azt, hogy mit teszik, mert hogy van én, két opció, uh -huh. és akkor megállapodtunk abban, hogy rendben van. Akkor viszont, amikor te mondjuk hazamész, vagy amikor hétvégén vagy uh, otthon vagy, vagy mit, mit, mit nem, akkor figyelj oda jobban, illetve hát akkor milyen forrásokat preferálja, hogy akkor van két-három opció, válasz a fehér dúsabbat, válasz a rosszban dúsabbat, stb. stb. Szóval mindig vannak opciók, és szerintem nem jó az, hogyha az ember úgy áll hozzá, mert ezt is sajnos sokszor tapasztalom, hogy ha nem tud százszerzalékot kihozni az adott szituációba, akkor neki se kezd. Igen, igen, igen. Pedig ez is, amit nekem is rengeteg olyan barátom a haverom van, aki, aki hát picit elengedtem hát, uh -huh. mert kényelmes. Hát ja, kényelmes, nagyon van. Ezek nagyon jánok, tudnak lenni, hogy hogy az ember elengedi, mert nyilván a párod is azt mondja, hogy hát, tök jó, nem kell semmit sem máshogy csinálnod, de te magad meg nem érzed jól magad. Uh -huh. Szóval nem, nem, itt, itt is nem mások véleményére kell hagyatkozni, Igen. hanem arra, hogyha ha reggel felkelsz, vagy akár ez a legjobb ö, alap szerintem, például így nyáron, hogy ha kimész a strandra, akkor elégedett vagy -e azzal, hogy levetkőzöl, Mm -hmm. és amúgy jól érzed a magadat. Mert <laughs> szerintem ez egy tök jó ja, abszolút, kiinduló abszolút, alap tud abszolút. lenni, és, és itt most függetlenül minden testtől. Szóval, hogy itt, itt nem ez a lényeg, hanem hogy te, uh -huh. ahogyan épp most kinézel, és lehetsz amúgy szárazabb is, full száraz, de te lehet, hogy nagyobb akarsz tenni. Uh -huh. Szóval hogy itt, 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 itt nem csak arról beszélek, hogy egy kicsit elvahízva, Aha. hanem hanem téleg, az, hogy te hogy érzed jól magad. Abszolút. És ez nagyon fontos, mert én is ezt próbálom így, így, így magamba helyre tenni mindig, hogy, hogyha most kimegyek elmegyek nyaralni, vagy bár, most elégedett vagyok-e azzal, ahogy érzem magam, uh -huh. ahogy kinézek, és hogyha igen, akkor, és, és, és nem feltétlen kell, lett százszázalékosan tartanom egy diétát, persze. hanem tudom azt, hogy el, el, elmentem nyaralni, és előtte is amúgy ettem mindent, uh -huh. csak mértékkel. Uh -huh. szóval, ahogy, Igen. És olyan ételeket választottam, olyan desszerteket, amik ö, inkább a céljaim elérését jobban elősegítik. Uh -huh. Na, ezért fontos az, hogy én milyen desszerteket készítek, hogy én milyen recepteket, mert ha megnézel egy desszertemet, Majdnem a legtöbbnek a rizsliszt például az uh -huh. alapja is kaptam, olyan régebben kaptam ilyen, ilyen hát negatív visszaszólásokat, ha lehet ezt így mondani. de hát magas a kalóriatartalma a, a rizslisztnek. Uh -huh. hát jó, de rendben, de a maga a rizsnek is. Szóval, hogy akkor, akkor, akkor ezt rakjuk uh -huh. már rá. A... Meg hát mihez képest? Meg mert lehet, hogy azt mondod, hogy te egy zsömle, ennyi kalória, uh -huh. és lehet, hogy ennyi rizs, ennyi kalória, és mégis a rizs lesz a nagyobb kalóriatartalmú, uh -huh. de melyiket fogod edzés után megenni. Uh -huh. Szóval én, én ezeket hát, érdekelem. Ja, ugye? Ja. Hogy... Hát igen, ez, ez is szempont, meg ugye az is, hogy ugye, és itt szoktak egy csomószor meglőve lenni emberek, akár a, a glikémiás index tekintetében is, hogy az ételeket nem önmagába eszed. Szóval relatíve mindegy, hogy mondjuk milyen glikémiás indexe van egy, egy ételnek, hogyha azt nem, nem csak úgy magába eszed, és bármit eszel mellé, mint hogy zsírt teszel mellé, fehérét eszel mellé, lassabb felszívódás, és szédet mellé, akkor az mind hozzá fog ahhoz járulni, hogy te ugye később legyél és ne legyen egy akkora inzulin válasz, hanem ugye ez egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen. Viszont itt meg megint arra tudunk visszakanyarodni, hogy ugye nincs elég tudása az embereknek e tekintetben, és pontosan ezért készülnek az ilyen jellegű podcastek is, meg videók is, mert, mert nyilván nagyon-nagyon sok információ van a világon, nagyon-nagyon sok témában, és nem lehet mindennek szakavatott ismerője az ember. És ha van kettő-három olyan téma, ami számodra fontos, az egyik, az legyen az egészség, mert basszus, egy testben vagy, nem fogod tudni lecserélni. É. Legyen az egészség, és ebből a tudományból pedig érdemes az irinformálódni, és nem csak bedülni az újabb és újabb diétának, meg most akkor ezt meg, és ettől fogsz úgy lefogyni, és akkor utána mi van tovább. É. És ebben a gondolatban az emberek továbbra is az, ami kulcsfontosságú szerintem, hogy olyan életmódot építs ki magadnak, amit te egy életen át fogsz úgy tartani. És igen, ebben segítségedre lehet egy szakember, igen, ebben segítségedre lehet az, hogyha informálódsz, de mindenféleképpen a munkát szerintem azért bele kell tenni. És itt szoktam elveszteni néhány embert, uh -huh. hogy hát, az már nem annyira, we do that hír, ugye, mint a, mind a uh -huh. Viszont én azt látom, hogy előbb-utóbb ezek az emberek sajnos a saját maguknak a csapdájába esnek bele, és nem fognak tudni egy boldog életet élni, és nem azt mondom, hogy egészséges életet, hanem egy Boldogja, tehát ezt ki is terjeszteném, igen. mert egyszerűen, hogyha nincs meg az akarat, erőd arra, hogy tegyél munkát valamiben, ami számodra fontos, akkor mibe fogsz tudni munkát tenni? És akkor onnantól kezdve meg az ember annyira beleszól a saját komfortzónájába, hogy mondom, nem nagyon van kiúcs sokszor. Igen, igen, igen. És, és ugye erre van azt kitalálva, hogy hogy motiváld magadat egyébként, mert senki nem fog. Szóval, ja. oké, okay, hogy akinek fizetsz az élet étrendért, az lehet, hogy motiválni fog az elején, de, de nem lesz nem fogja yeah. a kezedet yeah. folyamatosan, meg az életbe se fogja senki a kezedet, és ezeket kell inkább egy kicsit helyre rakni, hogy, hogy, hogy mindig találj valami célt, vagy motivációt. Oké, okay, tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy a motiváció az, az bullshit meg, stb., de tök érdekes, hogyha nem lett volna motivációm, vagy nem nyertem volna saját magamból motivációkat, vagy, vagy akár én, én, én nagyon sok ilyen életrajzi filmet nézek uh -huh. egyébként, és, és én az emberek, akik elérnek uh -huh. sportban, egyébként nagyon-nagyon sok sport életrajzi filmet nézek, én, én nagyon motivált tudok uh -huh. tőle lenni, és most látva az olimpiát is, én az annyi, annyira feltölt, amit látok ott a, a, az olimpikonoktól, hogy hogy tolják egymást, hogy, 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 hogy motiválják egymást, és ezt kéne egyébként kicsit átvennünk uh -huh. szerintem a hétköznapokba is. Jó, lehet, hogy tényleg nem lesz mindig ott melletted valaki, aki ugyanígy fogja a kezedet és, és motivál, de te mindig ott lesz a szóval, hát hogy... Ez az egyik, meg a másik, hogy hogy erre valók a közösségek. Tehát, hogyha az ember azt hiszi, hogy magától nincs elég motiváció, akkor csatlakozni egy olyan közösséghez. Most nagyon divatosak már az ilyen futóklubok például, Igen. vagy akár. Uh, életmódváltásban is vannak olyan lehetőségek, hogy csoportosan lehet együtt dolgozni, és én azt tapasztalom, hogy én szoktam én életmódváltó cselencseket csinálni, uh -huh. és nagyon-nagyon uh, sokat tud adni a közösség, mert lehet, a, de egy kicsit visszakagyarodnék, szóval én úgy vagyok a motivációval, hogy félig uh, igazat adok, félig meg, meg uh -huh. is cáfánám, amit mondtál egy picit talán, hogy én, én úgy állok a motivációhoz, hogy uh, nem jó az, hogyha mindig a motivációt keresi mm -hmm. az ember minden pillanatban, mert nem lesz mindig. És nyilván lehet, hogy az ember nagyon-nagyon keres, és akkor, hú, most találtam valamit, de szerintem vannak időszakok, amikor el kell fogadni, hogy most ezt nem akarod csinálni, de mégis megcsinálod. És nyilván nem fogod mindig, én sem fogom azt hazudni, hogy motiválatlanul minden mm -hmm. meg, Mert nekem is vannak olyan napok, most is az elmúlt napok, ugye pont ezt beszéltük, Igen. podcast előtt, fesztiválra jöttem hozzá, és itt, ha <hállt> most meg megvertek, se semmit sem csinálni, mert de most teljesen gatya. De attól függetlenül, ebbe igazad van szerintem abszolút, hogy keresni kell a motivációs faktorokat, Igen. és lehet motivációs faktorra, motivációs faktorra ugrándozni, mint a Mário ugye a gombákon, Igen. hogy akkor most ez elvijen a következő pontig, viszont lesznek olyan pontok, amikor, amikor nem találsz ilyen fogockót, akkor ismerszik meg az ember szerintem. De úgy viszont jó az, hogyha az ember így keresgél, akár magában, akár pedig olyan emberekkel veszi körbe magát, mert szerintem ez törzség, hogy egy jó is. csapat építése, most hiddek ki a hát, ami baj, itt van, van, már egy projektünk, de ezt még valószínűleg nem látjátok, vagy még nem napokról valószínűleg, amikor ez adás ki fog kerülni. Szóval kulcsfontosságú szerintem az, mert nem, nem tudom, ki mondta ezt, de nagyon magamé váltottam ezt a, a, a mondást, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudsz haladni, hogyha egyedül mész, és nagyon-nagyon sokáig el tudsz jutni, hogyha csapatban. És ez igaz, egy, egy edzése is hiába, egy magányos sport úgymond, és mm -hmm. akkor most nagyon elterjedt az, hogy egy szigma mindset van, és akkor föl a kapuszni, és akkor este dühösen izé, persze ez is működhet egy ideig, csak szerintem annak ellenére, hogy én például jobban szeretek egyedül edzeni, uh -huh. időnként tök jó tud lenni, hogyha, ha úgy megyünk le, hogy mondjuk beszélgetünk, és egy kicsit szocializálódunk, és nyilván nem biztos, hogy ha mit tudom, én Mr. Olimpiára készülsz, akkor az a legjobb mindset, hogy te lemész a verjéddel és edzés közben beszélgettek, de ugyanakkor meg egy tök jó kikapcsolódás. Igen. És igazából oké, hogy a fő célod neked az, hogy a maximális mennyiségű izmot pakolt fel edzés közül, ami egy tök jó cél, de mégis az is jó cél, ha te nem vagy a barátaiddal, és szocializálódsz a teremben, és, és jól magatokat. Igen, és, és nem feltétlenül beültök egy sörre a hát munka jaj, után, jaj. szóval ez sokkal jobb. Igen, igen. Egyébként igen. én ezt mindenkinek ajánlom is, jaj, jaj. hogy inkább ezt csinálja, hogy, hogy együtt haverokkal lemennek edzeni. De én amúgy ezt is látom, szóval uh -huh. hogy, hogy több edzőterembe is járok edzeni, és mindenhol ezt látom, hogy, hogy azért a fiatalok azért már ott vannak, beszélgetnek, és, és, és nem feltétlenül az a, az a cél, hogy otthon akár a PS vagy bármi előtt ülnek. Szerintem ez tök jó. Yeah, yeah. És, és visszatérve a motivációra, egyébként ez tök jól, ö, ö, hogy is mondjam, körvonaloztad. Ezzel, hogy te a motiváció faktorokat kell mm -hmm. keresni, ezt ez tök jó, hogy kiavítottam erre, erre gondoltam egyébként Aha. én is, mert ö, ahogy te is, hogy igen, vannak olyan napok, amikor semmi nem lesz. és ez bal... is természetes. Mindenkinek van ilyen, ezt szeretném leszögezni. Jöjjön, szóljon nekem, akinek csak százszázalékos ja. napja van, mert akkor szeretném tudni a receptet. De, de tényleg ilyen nincs. és erre mondom azt egyébként, hogy, hogy az átlagos napokat, hogyha túléled, vagy nem is túléled, de, de azért te is most mondod azt, hogy oké, okay, fölkezd, és lehet, hogy nincs motivációd. De ha jobban belegondolsz, egyébként oda el van dugva valahol uh -huh. minden alatt, és, yeah, yeah. és az, az, az hajt. Szóval, hogy úgy kezd fel, hogy oké, okay, lehet, hogy nincs kedved, lehet, hogy nincs semmi ezt kedved, semmi nem jön össze. Úgy érzed, hogy nem előre lépsz, hanem hátra, de, de, de erre is azt mondom, hogy a kudarcok és az ilyen átlagos napok hozzák meg a sikert. Egy -e. Ha lehet ezt így yeah. mondani, mert, én inkább azt mondom, hogy ha nem lettek volna a kudarcaim, és nem lettek volna azok az emberek, akik visszahúztak, vagy, vagy bármi, akkor nem lennék most itt, ahol tartok. Ja. Igen, ez, ezzel full uh, tudok azonosulni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ugye sokan ugye, sőt mindenki boldog akar lenni, nyilván, tök, tök evidens, viszont mihez viszonyítod a boldogságot, hogy ugye nincs boldogtalanság, mert Igen. nincs nehézség. Tehát, hogy Igen. minden relatív, ugye, hogy? és hogyha az egy tök jó cél, hogy a, a lehető legnagyobb átlagos boldogsági szintet szeretnéd megtapasztalni, az tök oké, okay, viszont azt is fogadd el, hogy te ezt se fogod egy idő után már annak érezni, hogyha ez a standard. ha minden nap karácsony van, akkor sincs karácsony tulajdonképpen, és akkor az lesz a normál, és akkor onnantól kezdve fog majd akarni több ingert revadászni az ember, és akkor meg megint az lesz a normális. Én azt gondolom, hogy ezért vannak éppként sokan, itt a rockstárok, uh -huh. celebek, nagy hírességek, világszinten is hírességek, akik egyszerűen és nem ez a jó szó, hogy nem tud mit csinálni magával jó módjában, mert persze el lehet ezzel intézni, de én azt gondolom, hogy ugyanakkor meg ezek, tehát mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, és nekem persze. az a problémám éppenséggel, hogy nagyon kitolódtak ezek a határok, mert az ember az minden egyes, minden másnap egy másik országban mondjuk 60 ezer ember előtt lép föl, uh -huh. és izé ó, ó, ordította meg a ez nehéz megtalálni a balanszot valószínűleg az embernek az életében. Persze, hát, hát ugye mert neki az átlagos. Hát ja, ja, és, ja. És, gondol, és ezt biztos te is érzékeled ezt, hogy, hogy mi azért ugye már nem úgy dolgozom, mint egy átlag ember, hogy bemegy dolgozni, és, és ott van napi 8-10 uh -huh. órát. Én dolgoztam így uh -huh. is. És, 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 mi mostanság gondolkozom amúgy ezen, hogy, hogy nekem is mennyire kitolódtak ezek, uh -huh. hogy, hogy amúgy minden napom átlagos. És uh -huh. mi a néha kelek így, hogy nem is fejlődöm, nem uh -huh. de, de. Yeah. Szóval, hogy mégis lehet, hogy apró lépésekkel haladsz előre, és lehet, hogy ezt nem minden nap fogod észrevenni, mert én is olyan ember vagyok, hogy, hogy, hogy látni akarom a sikert, mm -hmm. látni akarom azt, hogy, hogy, fejlődök, látni akarom az eredményeket. Ja, és mi a következő, következő. Persze, persze. Hát, én ilyen vagyok én is, hogy, és, és meg ez egy, picit, egy kicsit egy rossz szokásom, hogy mindent rögtön akarok. No, hát ez a, türelmet, az a, szó, szó. a türelmet azt tanulom, Aha. de de nagyon fontos, mert pont az ilyen idézőes átlagos napokban, amikor azt hiszed, hogy nem történik semmi, mm -hmm. na ezek ezek azok, amikor, amikor a türelemre tanít az élet, hogy hát semmi probléma, haladsz előre, mm -hmm. csak nem valószínű. Lehet, hogy egy kicsit. kicsit hogy mondjam, lehet, hogy nagyobb az a lépcsőfok. Igen. Nincs ezzel De. semmi gond. Igen. És lehet hogy, 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 lehet, hogy ahhoz, hogy te nagyot tudjál rugaszkodni, vissza kell lépni kettő. Abszolút. Erről hallottam egy jó mondást, hogy ha kétség, kétségét van, akkor zoomolj ki egy kicsikét. Mert lehet, hogy azt látod, hogy te most itt izé, cseszeget, cseszelődsz, vagy nem tudom, hogy fejezem ki valamit, csak rosszabb kifejezések, na vagy. mindegy, viszont ha megnézed egy nagyobb intervallumot, akkor amúgy te fejlődtél, lehet hogy? az akár, hogy te fogytál, lehet az akár, hogy izmot építettél, lehet az akár az, hogy a vállalkozásod, és stb. Viszont ha nagyon el vagy foglalva a mikróval, hogyha um, nem tudsz kilépni a fejedből, és csak a pillanatnyi, mondjuk egy-két napot látod, hogy jaj, most izé, mit tudom én, vagy a egy hetes hogy most nem is sikerült mondjuk többel googolni, mint a múlt héten, az uh -huh. miközben lehet, hogy az elmúlt hat hónapban folyamatosan igen. fejlődtél googolásba, és akkor így ezt el kell fogadni, és nyilván ez nehéz, pláne, ha olyan mentalitású az ember, mint mi, hogy azt gondolom, hogy beszéltek kettő nevében ezek alapján, hogy azért folyamatosan hagyják a sikert, folyamatosan kell az nekik, hogy a következő lépcsőfokot azt már kinézzék maguknak, és akkor már is kezdjenek felé menni, és így, így nehéz, és, és ő, ez is tud egy probléma lenni, de ugyanúgy a másik is, hogy egyáltalán nincsen cél és egyáltalán nem halad sem erre, mert akkor tulajdonképpen minek él. És ez sajnos idősebbeknél látom sokaknál, hogy egyszerűen megmaradt ez a hát nem tudom, előző rendszerbeli berögződés, jó. hogy már nincs, ninc, nem, nem egy dolgozó eh, polgár, és akkor antól kezdve az ő élete az semmit nem ér, és, és ez nem gondolom, hogy így lenne, inkább azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha hogyha ezek az idősebb emberek is találnak hobbit maguknak, találnak célt maguknak, mert mindig lehet célokat találni, ugyanakkor meg mindig bele lehet temetkezni a hogy most semminek nincsen semmi értelme, most izé, most gatya. Um, viszont szerintem se olyan más, hogy nem éri meg, csak is kizállag pozitívan gondolkozni, mert az egyetlen, ami erőre visz. Hát ez is nagyon. A pozitív gondolkozás az egyik legfontosabb, mivel szerintem, és én ebbe hiszek, hogy ahogyan látod a világot, ahogyan gondolkozol, úgy teremted meg igen. magadnak ezeket a dolgokat, és hogyha te háborúnak látod a világot, meg minden nap rossz, és, és, és utálsz bemenni dolgozni, utálsz edzeni, csak le akarok fogyni, na ez pont, uh -huh. pont 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 úgy, ilyen rossz lesz. Ahogy így igen. elgondoltad, pontosan ja. ahogy elgondoltad, és ahogy mondod magadból, hogy ezek milyen rossz dolgok, na hát úgy fogod megélni. Uh -huh. De miért nem lehet ezt úgy megélni, hogy igen, Rossz dolgoznom, nem szeretek bemenni dolgozni, semmi baj, ezt már tudatosítottam magamban. Akkor <laughs> miért nem kezdek valami olyan felé elnézelődni, ami uh -huh. érdekel, és, és lehet, hogy boldogabbá tesz? Ugyanígy az edzés. Uh -huh. Lehet, hogy utálom, mert valljuk be, nem mindenki szeret edzeni, csak van egy célja. Semmi gond. Nem szeretsz edzeni, de mi a célod? Lá találd meg magadba, találd meg az edzéseidbe a boldogságfaktorodat. Hát ja. Ja hogy akár, hogy tényleg, hogy hogy egyik nap ennyivel nyomtál, a másik nap annyival nyomtál, vagy többet tudtál futni. Én is nem vagyok nagy futó, régen egyébként <tis> nagyon jó futó voltam, de annyira rossz érzés, hogy már ha. nem. Ha. És ezt ha. is elültethetném magam, hogy jó, én soha többet nem futok, mert nem vagyok olyan ha. szinten, mint 18 éves ha. koromban, amikor mindenkit lefutottam, ha. érted? És, de most már nagyobb izomtömeg van rajtam, stb. 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 Ezeket is így, így elrakosgatom magamba hogy, hogy ezzel nincs gond. Uh -huh. És hogyha akarnék fejlődni, hogy gyorsabb legyek, akkor amúgy meg tudnám tenni. Hát ja, igen. Ez a néz, amikor az ember ugye sok mindent akar, és muszáj választania. És ez nagyon gyakran fordul elő tanítványaimnál is, hogy úgy jön hozzám, mondjuk, hogy itt ő szeretne fogyni, meg izmosodni, meg amúgy jól lenne, ha mit tudom én, százal többen nyomna fekve, meg amúgy ez is fontos, az is fontos, és akkor így vár egy picikét, tehát, hogy Igaz az, hogy lehet mondjuk pláne kezdő időszakban, vagy újrakezdőként, vagy túlsos, stb. stb. hogy mondjuk fogyás miatt izmosodik az ember, viszont nem véletlen, hogy nem így szokták csinálni általában a hanem érdemes mondjuk akár időszakosan priorizálni valamit. Igen. És én így szoktam saját magam számára, meg klienseim számára is uh, megoldani ezeket a. Um, Ezeket a problémákat, ami abból adódik, hogy egyszerre több mindent akar, hogy rendben van, lehet több mindent is, csak akkor akkor állítsunk fel megint csak egy időintervallumot. Hogy mondjuk ezeket szeretnéd egy fél éves időtartamban, ezeket szeretnéd egy három hónapos vagy egy éves időtartamban. Meg így is dolgozok egyébként. Nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozok, de csomószor úgy vagyok vele, most is egyébként, hogy így ránézek, hogy öt projektben 15 dolgot kell csinálni, Aha. és akkor ez az analízis paralízis. Akkor fogom magam, és akkor inkább, így, jó, akkor játszok egy kicsit. <laughs> Viszont, ugye, ha az ember belegondol abba, hogy um, általában meg ezt szoktam, de most azért is ellenpontozom magamat, mert én se. Tehát, hogy elmondjuk azokat, amiket jó tanásnak gondolunk, de azért nem leszek álszent, én sem tudom mindig, Olyan. minden pillanat, pillanatban megfogadni a saját tanácsémat, ettől függetlenül törekszek rá, de én is emberből vagyok. Szóval próbálom magamban azt tudatosítani, hogy rendben van, ezek a teendők, de tulajdonképpen erre mennyi van, lehet, hogy három napon, oké, okay, akkor az egyik nap ezzel foglalkozok, másik, másik, harmadik nap, harmadikkal, ugyanúgy a célokba akár, hogy most akkor a, a, fogyás lesz a prioritás, most az erőépítés lesz a prioritás, most az izomépítés lesz a prioritás. Csak ez nehéz, hogyha ugye az ember azonnal akar mindent, és azért az így van kódolva elég nagy szinten. Ugye a mai felgyorsult uh -huh. világban. Igen, én látom nál mindig, hogy kirakod ezeket egyébként, szorikban, stb. megosztod a követőid, de hogy tényleg most, most inkább erre figyelsz, Aha. inkább a munkára, ja, ja. és akkor picit hátrébb szorul az edzés, de ezzel sincs semmi gond, mert most ha, ha tényleg az ember valamit el akar érni a karrier szinten, vagy fel akar építeni valamit, akkor lehet, hogy, hogy tényleg a, 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 az edzésnek lesz a, uh -huh. a hátulütője a dolognak, de ezzel nincs gond. Hát én is így gondolom, meg igyekszak tényleg transzparens lenni, meg, 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 egy, egy megfogható figura lenni a, a, követőim számára, és, és sokan azt gondolják, hogy ha én csinálok informatív fitness videókat, akkor mm. én nekem biztos, hogy egy sem maradt ki, nekem biztos, egy edzés sem maradt közben. Ezen a héten egyszer sem volt időm elmenni edzeni például. Egyetlen egyszer. Na, Most és van péntek amikor felszük nem volt időm edzeni. és van valami probléma? Nincs. Há, még nincs. Na, <laughs> még szóval... nincs. Viszont erre kíváncsi is vagyok egy picit hogy neked, meg amúgy azt gondolom, hogy soknak ez hasznos információ lett akiknek, és azt gondolom a legtöbb ember az ilyen, nem a fitness az élete, csak szeretné, hogyha az élete részét képezze. És mik ezek a kötelező minimumok, úgymond, amiket te megteszel napról napra, hétre, hétre, hogyha nem az edzés vagy nem a, a fejlődés a, a prioritás, jelleg az életedben. Tehát mik azok a, az alapvetők, amik mégis megvalósulnak, hogyha másom van a fókusz, akkor is. Uh -huh. Az első, hogy én szeretek edzeni, uh -huh. Ez szerintem nagyon fontos. Uh... Ugye én sem tartom tényleg nagyon, én nem a fitness világban élek, én, én nem nem ezzel foglalkozom, de én szerintem most már azért több éve beépítettem ezt a mindennapjaimba. Ez olyan, mint amikor reggel fogad most az ember. Szóval uh -huh. hogy ez, ez, ez be van építve ja. a napodban. oké, okay, vannak pihenőnapok. Szerintem az a legfontosabb, hogy ezt szeresse az ember, és, és akarjunk valami... A testén, látni valami változást, vagy, vagy ha nem is a testén, hanem ez mentális fejlődés is egyébként. Abszolid. Szerintem, és nem feltétlen beszélek most itt a konditermes edzésről, menye boxolni? Ennyjál -e yeah, yeah. focizni, yeah. hogyha még olyan korban vagy. Mm -hmm. vagy de nem is kell ezt, ezt ilyen nagy hivatásosan csinálni uh -huh. a focit, vagy akármit, bármilyen sportot. Lemész a térre, kosarazza a srácokkal vagy bárkivel, ez mind ugyanolyan sport, mint hogyha lemenni a konditerembe. Jó, nyilván más ö, az egész, de, de ugyanazt a hatást tudod vele elérni, hogyha te megtalálod a mentális fejlődést, és én ezt szeretném egyébként, uh -huh. Hogy nekem nagyon sokat adott a, a, a konditermi edzés. Oh, abszolút. Vagy bármilyen edzésében. Vagy bármilyen edzés, én régen fociztam, uh -huh. és, és nekem ezek mind, mind, mind olyan. Ha, ha ezek nem lettek volna az életem, mert tényleg nem tudom, hogy ki lennék ma, uh -huh. hogy, hogy milyen ember lennék, és érzem azt, hogy évről évre ö, ö, változik a személyiségem, formálódik. És talán lehet azt mondani, hogy jobb és jobb ember leszek, uh -huh. és ez, ez, a, ez a kondi is. Aha. A kondi is segít ebben. Eléred a, a határaidat, és még azokat is kitolod, és ezek, ezek, ezek segíteni fognak az életben. Az és én ezért tartom fontosnak uh -huh. azt, hogy, hogy ez, ez be legyen építve a mindennapjaimba, Ezt tudnám már képzelni. Szóval de azt viszont ki kell emelnem, hogy én is most azt, hogy pihenés. Uh -huh. Szóval én is 30 fölött vagyok uh -huh. már, és oké, okay, hogy 20 éves koromban simán írtam az edzéseket, meg jó, az hülyeség volt, hogy hétből heteket edzettem, ezt tudom. Na, ezt mindenki nektem. beleesik. Igen, mindenki beleesik, elvakultam, mész, és jó a formát, akkor még jobb lesz. És, és most még 30 fölött, hogy három nap pihenés visszajövök, ja. és jobban nézek ki, mint... Ja. Hát Mikor elhangzott? És is. milyen forró, hogy itt vagyok, 32 éves, és van, aki most 20 éves, és most kezdve egy uh -huh. életváltó programba, akkor ezeket a tanácsokat, ha megfogadja, <laughs> akkor mennyivel lesz előrébb, mint mi? Igen. 25 ja, évesen, igen. és ezért is próbálunk szerintem így segíteni az persze. embereknek, és beszélgetni erről tök kötetlenül, és, és tabuk nélkül, mert mert szerintem ez ez, ez tök jó, hogyha két ember megosztja uh -huh. a, a tanításait, vagy vagy tapasztalatait, inkább ez a jobb szó. És és szerintem ezek jó irányok szerintem, amiket hát így én, ilyen, jó, 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 hogy ez így népszerű, az... Úgymond baj, hogy nyilván sokan szeretnének segíteni, vagy legalábbis sokan szeretnének pénzt keresni ezzel. <laughs> és az a baj, hogy ilyen nagyon nagy a zaj ebből adódóan, és nehéz hát. ugye a, a, a laikusok számára eldönteni, hogy most akkor kire hallgassanak, hát. tulajdonképpen. És nyilván ez egy, ez egy nehéz, ö, nehéz történet, viszont az összességében akárkire is hallgat az ember, akármiben, nem fogja meg, megúszni azt, hogy kísérletezzen. Tehát a saját maga életében ezeket így próbára tegyen. Mert lehet azt megkérdezni, hogy most akkor az intenzitás vagy a volumen a fontosabb, vagy milyen felhasználás bedze, próbált ki. Nyilván lehet itt segíteni abban, hogy milyen prioritásokat állítson föl, de amúgy meg próbált ki. És ugyanez igaz a táplálkozásra is, hogy egy kicsikét legyenek kísérletezőbb hajlamok az emberek, ne csak az legyen, én ezzel nem tudok hogy talál az ember valamit, ami már nem nagyon rossz, és akkor az ragaszkodik, mert most akkor jó vagyunk. Hogy? De így, így, nem jó, mert így, így nagyon sok időről lemarad az ember, és lehetséges, hogy jobban tudsz fejlődni, ezt magamon tapasztalom, jobban tudsz fejlődni, ha sokáig tartasz egy edzéstervet, viszont lehetséges, hogy rövid távon, vagy rövid középtávon, a kevesebbet fejlődsz az, hogyha többet kísérletezel, de, de így hosszabb távon viszont meg fogod találni azt, ami számodra a legjobb edzésmódszer, akár vagy táplálkozási módszer, és szerintem ez nagyon fontos és nagyon alulértékelt dolog, hogy mindenki ugye arra kíváncsi, Um, hogy pontosan neki legyen megmondva, hogy hány Igen. sorozatot csináljon, hány ismétlést csinálni, és akkor azt, azt fogja csinálni, de valameddig. Aztán nem biztos, hogy sokáig, mert lehetséges, hogy ezt nem élvezés. Itt is ez is kulcsfontosságú ez, ez a jó, amit mondasz, hogy na pont lehet, hogy ezért nem élvezi az illető, mert, mert le van fixálva neki, hogy ennyit csinálsz, meg stb. Miért, miért nem tudod te? Oké, okay, tök jó, hogy kikéred a tanácsot, meg megkapod uh -huh. az edzéstervet, meg stb., de miért ne kezd el azt élvezni, hogy akár annál, csak mondjuk azt, hogy lejjebb veszel a súlyból, és többet tudsz, és jobban érzed, mert az edződ, vagy ő nem fogja érezni azt, hogy neked ott az az izomcsoport, az most éppen hogyan is dolgozik, uh -huh. vagy bedurran-e, vagy, vagy, vagy jobb, jobb ott a hatása egyébként. És én is néha észreveszem, hogy jó, menne többen, miért, miért nem menne. Uh -huh. De lejjebb veszem, és valamiért mégis sokkal jobban meg tudom dolgoztatni uh -huh. az adott izomcsoportot, és sokkal jobban élvezem ilyenkor. Abszolút. És ezeket ja. kell megtalálni, hogy hogy te hogyan is élvezed azt az edzés módot és utána, akár hogyha jól akarsz táplálkozni, mi az a ennivaló vagy uh -huh. táplálék, ami ami neked jó hatással uh -huh. van. És ez, ez a fontos szerintem, hogy, hogy mindent saját magunknak kell megszabni, mert lehet, hogy xy-nak ez működik, neked lehet, hogy nem fog működni, vagy, vagy egyszerűen nem úgy reagálsz rá, és mondod azt, hogy, hogy kísérletezgetni uh -huh. kell. Hát a desszerteknél is uh -huh. hát én is mindent kísérletezek. Van xy, ami nem úgy működik, ami, ahogy kéne. <laughs> Ez természetes. Igen, hogyha, hogyha nem kísérletezünk, akkor nem jön semmi létre. Abszolút. Semmi új nem jön, jön létre, igen. ezért fontos a kísérletezés. És ha erre nincs hajlandóságunk, akkor soha nem is fogunk semmi újat létrehozni. Hát igen, pedig ugye így, így megy előre a világ. Így így mondtad, mondtad az edzés, azért az minden me mindig megvalósul, és még mm. mi az, amire szoktál figyelni, hogy kalóriára figyelsz, vagy fehérjére, vagy mm. nagyjából tudod, hogy mi mennyi tartalmaz már, és akkor eszed azt, amit, amit szeretsz, és figyelsz mondjuk a méllegre, stb, mm. stb. stb. Tehát mi, mi az, amire még oda szoktál figyelni napi szinten? Kalóriát soha nem mértem mm -hmm. egyébként, vagy soha nem néztem. Lehet, hogy ez picit, ez is van ehhez, és kicsit ilyen tehetségem, hogy ránézek az ételre, és tudom, hogy mennyi fér nekem bele. Aha. Vagy nem is az, hogy mennyi fér bele, mert ez olyan, az olyan mint hogyha mindenkinek bele, úgy kéne ránézni az ételre, hogy hú, az még belefér. Aha. Nem, hanem hogy mennyire van szükségem. Aha. Inkább ezt így mondanám. És erre próbálok figyelni, és hogy is mondjam, nagyon sok féle ételből tudjak uh -huh. választani. Ezek tudnak segíteni a mindennapokba. Ö, az is nagyon fontos, hogy amúgy nagyon sok paletta áll egyébként előttünk, uh -huh. amit, amit ki tudunk választani. megehetjük a tésztától kezdve mindent, de ezt is mértékkel, és, és az, hogy most ilyen, valószínűleg egy lábozás után nem a salátádat nem. fogod a, 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 csirkével, hanem akkor egy magasabb CH tartalmú, magasabb kalóriatartalmú ételt választunk. Szóval én ezekre mindenképp próbálok odafigyelni, nyilván nem mindig sikerül. Uh -huh. szóval nem, nem, is baj az. Nem, nem. nem, vagyunk gépek itt, ez, ez, ez még kulcsfontosságú nem. szerintem. Hogy... Tényleg ez a 80-20 százalék, és soha nem én nem úgy tervezgetek, hogy most ebbe a hónapban én hogy fogok kajálni. Uh -huh. Nézem az első hetemet, ami előttem van. Most, hogyha a hétvégén bejön egy Balaton, akkor az első öt napba odafigyelek. Normálisan, uh -huh. tényleg 80 százalékba uh -huh. odafigyelek, mert akkor is beiktatok olyan dolgokat, hogy én nem vagyok ellen egyébként a, a, a zero a, az ilyesmi üdítőknek sem, Szerintem akár én azt mondom, hogy napi szinten egy, fagyi, egy gombóc, fagyi is le tudna férni, csak tényleg ezeket az ember próbálja beilleszteni abba, hogy milyen hetek várnak, vagy mi a célja. Uh -huh. De hogyha már nincs, akkor a célod, mint például nekem, mert nekem már nincsenek uh -huh. ilyen céljaim, hogy, hogy most akkor le akarok adni 5 kilót, vagy fel akarok szedni 10 kilót, uh -huh. hanem csak egyébként tartom a formát, uh -huh. valamikor szárazabban, Egyébként valamikor kicsit, hát nyilván, amikor jön a, a hűvösebb idő, akkor én is úgy vagyok, hogy picit időzőben tömegyelek, Aha. de az sem arról szól, hogy akkor minden nap a, a hamburgert, meg a pizzát eszem, hanem akkor kicsit ö, még színesebben uh -huh. eszek, és, és szerintem ez fontos, hogy az ember ezt, ezt ki tudja alakítani saját magának, és nekem is ez, ez, ez egy, ad egy keretet, uh -huh. ad egy alapot a hétköznapjaimnak, hogy, hogy látom, hogy milyen napok várnak előttem, és úgy annak érdekében ö, fogyasztom az ételeket is. Igen, ez éppen nagyon fontos, hogy így ö, próbáljanak az emberek abba belegondolni, hogy ahogy mondod, hogy néz ki a következő egy hét, két hét, hét három hét, mikor megy nyaralni, hogy hoz neki fontos szempont, mikor lesz az, hogy mondjuk eskő, vagy ilyesmi. A és uh, ilyen, ilyenkor is meg szokta keresni, hogy mondjuk eskő, mm. három hét mondom, mondom, lehet, hogy, <síns> mert, hogy akkor kicsit korábban kellene volna ja. fölkelni. Um, de hogy igen, egy kicsit így legyünk jövőbe látók, és azt szerint próbáljuk meg meghozni a döntésünket a táplálkozás tekintetében. És ez pedig ugye nyilván fontos, hogy valamennyire edukálja magát az ember, mert lehet a, a könnyebb utat választani azáltal, hogy nem figyel oda az ember semmire, csak akkor rá valamilyen aktuális diétás irányzatra, és nem majd akkor az lesz a tuti. Csak ugye, ahogy mondtuk is, onnantól kezdve ugyan tovább, hogyha már elérte ezzel a, a célját, és összességében azzal sincs baj szerintem, hogyha az ember tisztában van az, hogy ezt nem fogja örökké csinálni, hát most tudatosan csinál egy diétás időszakot, csak akkor utána se az legyen, hogy átesik a ló túloldalára, mert innen jönnek a jó, jó, diéták, hogy nagyon, nagyon szigorú diétát próbál tartani, 800-900 kalóriát eszik egy nap akár, utána meg csodálkozik az, hogy nem fenntartható, és átesik a ló túloldalára, a hormonháztartása, hát, és, hát. és túl lesz magát, és lehet, hogy visszajön pont, olyan kiló, vagy még több is akár. Igen, igen, igen. Hát ugye ez a nőknél a, a gond, ugye, amikor csak egy, egy nap egyszer eszel, uh -huh. mert hogy, hogy te laposasat szeretnél, de pont az hát náluk, de azért. Igen, Pont az <laughs> ellenkezőjét fogja elérni uh -huh. vele valószínűleg. De igen én is tapasztalom, az ismerősi körömben is vannak olyan illetők, akik akik azt gondolják, hogy itt nagyon nagy életmód váltásról kéne beszélniük, hogy, hogy most, most elérjenek valamit, uh -huh. de mindig mondom, hogy nem. Mondom, mi, mi, mit teszel? hát megiszom a kólát, megeszem a... Ja, az meg a másik, hogy, hogy este haza a melóból, és akkor bevág három tányira uh -huh. akármit. Na hát itt a legelső, mondj le a cukros uh -huh. Már az egy hihetetlen nagy változást fog. Az először csak mondj le arról, ugyanúgy kajája, hogy eddig nem érdekel, csak mondj le a cukros üdítőről, és már fogod látni a hatását, uh -huh. hogy hogy, hogy vele se gondolnak az emberek, hogy egy, egy, egy két literes üdítőben mennyi ja. cukor van. Azt egyszerűen kiönteni eléjük elég, elég mm. ezt a cukor mennyiséget, vagy azt inkább, amit egy héten visznek. Na lehet, hogy ezt kéne egyébként. Hát ja, Ugye? Igen, lehet, igen. hogy most ide hoztunk volna egy zsák cukrot, és kiöntöttük volna ide az asztalra, és lehet így azt mondták, hogy hú, uh -huh. lehet, hogy változtatni kéne. Hát igen, nagyon-nagyon könnyű um, a, a hibába, hogy folyékony kalóriából vigyen sok kalóriát az uh -huh. ember, mert ugye nem annyira laktatja el az embert, uh -huh. ez meg a nasizás. Tehát én úgy vagyok vele, hogy én szoktam mindent tenni, tehát nem nem dőlök a kardomba, hogyha az egyik éppensége egy pizza. Uh -huh. Oké, okay, hogy több kalória lesz, mint egy étkezésem lenne alapvetően, viszont legalább fehérjét tartalmaz, illetve legalább egy étkezést helyettes úgy úgymond, vagy pontosabban úgy hogy egy étkezést uh -huh. tartalmaz, de hogyha az ember viszont nassol, a, és az ugye nincs belekalkulálva akár desszertek formájában, nem csak úgy unaloműzésképpen, um, azzal el lehet nagyon, nagyon szaladni, szerintem meg ugye a folyékony kalóriával is itt egy kicsit azért miért is, is fők, miért én is úgy vagyok vele, meg ugye a tanulmányokból ezt olvasom, hogy azért, azért nem kell annyira félni a mesterséges édesítőtől, oké, okay, hogy valakinek, valaki puffad, akkor az ne fogyassza a hát, szalottat. Hát, van többféle hát já, édesítő, já. most lehet, hogy egy szilittől puffadsz, mert az attól előfordul, de lehet, hogy egy ritrit, vagy, vagy egy Ugye nálam ott a cukor uh -huh. is egyébként, amivel egyébként az, ezt ugyanúgy fogyaszthatják cukorbetegek uh -huh. is, csak nyilván a mennyiség uh -huh. ott is számít, és nyilván az egy cukorfajta, szóval kicsit ott már a glikémális uh -huh. index az, az magasabb, de mégis jobb választás. Uh -huh. Szóval hogy nem kell teljesen ö, ilyen arányokba elményedni, vagy gyümölcsel is lehet édesíteni. Uh -huh. Főleg itt a nyár olyan jó gyümölcsfagyikat lehet csinálni, gyümölcs vagy, már nyilván nem teljesen olyan uh -huh. állagot kapsz, de le, beraksz a fagyasztóba egy, egy banánt, gyümölcsöt, málnát, és utána leturmixod, uh -huh. és fagyit fogsz kapni. Yeah, yeah, és, yeah. és miért ne legyen ez inkább a uh -huh. való este, mint ha leülsz a, akármilyen csoki van Igen. a tévé elé, ott van hideg, gyümölcs vagy, az meg a másik, hogy és, és akkor mert szokták ezt nekem mondani, hát egy gyümölcs cukorra <laughs> van tele, és hogy azt este már nem. Aha. Hát, mi? Mondom, miről beszélgetünk? Igen. Mi, a probléma vele? Hát igen, és itt is megint az, hogy ugye én nagyon sok ilyen videót csináltam már, hogy fölkapják különböző médiumok az ott tanulmánynak a félreértelmezését, uh -huh. és akkor a fruktóz is igazából, hogyha már ennél a témában vagyunk, itt, itt alapvetően a, fruktózzal olyan óriási mennyiségben van egyedül probléma, amit az amerikaiak, főleg amerikaiak egy része, például kukoricaszirupból vagy bármilyen hát, nincs, ilyen, ilyen, sokkal más. többet be tud vinni, de az ilyen. egyébként más ö, ö, lesz, és az emésztési folyamatok végére, mint, mint a gyümölcsből vinné be az ember, plusz, hogy a gyümölcsben több rost is van, ami megint csak hozzájárul az egészséges életmódhoz, vagy a, a glikén, vagy miás töltéshez összességében. Um, szóval azért nem lennék ilyen nagyon a laikusok helyében, mert tényleg rengeteg félreinformálást lehet hallni, és sajnos a különböző médiumok ebben nagyon élen vannak, mert ugye nyilván hatásvadás cikkeket kell gyártani, mert akkor kattintanak, akkor lesz ugye bevételből le, és ez, ez, elég veszélyes tud lenni szerintem. Hát főleg úgy, hogy most már, ha nem is médiumok, meg nem is szakértők, meg stb., ugye már a TikTok is elment uh -huh. erre a, erre a hatásvadás dologra, vagy Facebook, vagy Instagram, mindenhol most már ezt látom, mert nagyon sok olyan illető dobál már nekem is be egy ilyen hatásvadász dologgal, amikor így fogom a fejem, Hát hogyan tudsz lefogyni fagyival? Hát ez nem hiszem el, hogy ilyen, ilyen megtörténik. Hát hogy... nagyon sok ilyen. Most én például múlt körjében csináltam egy videót egy diétás gumimaciról. Csinált egy, egy, egy hölgy egy TikTok videót arról, hogy ő, hát ha már nem akarod szúrni magad inekcióval, és már nem, mindent megpróbáltam a fogyás érdekében, mert nyilván csak úgy lehet lefogyni, hogy a szakszenda meg az empik meg akkor próbáld ki ezt az új diétás gumicokat, és volt benne, itt én B6 vitamin, meg 0,05 gram asoganda. Ja. <laughs> Oké, okay. okay. Szóval nem, nem viszont sajnos nagyon-nagyon nem tudatosak az emberek ilyen téren, és nem uh, próbálják meg magukat azon kapni, hogy alapvetően a legtöbb ember az ugye érzelmi alapú, nem, nem, logikán e, épül az ő döntéshozatala, és ugye ezért is van az, hogy sokkal több ember ezzel tudnak jutni ezek a, ezek a rém, rém hírek, hmm. mert nem nagyon szeretem ezt a szót, de ezek a hatásvadász e, videók, hogy tudta, hogy egyébként a, a apkása, az tele van toxinnal, és akkor izé, belobnak ilyen szavakat, hogy toxin, meg a kemikália, Aha. minden kemikáliából áll konkrétan körülöttünk, tehát ezt kerüljük el ezeket, csak nyilván ugye nagyon hatásabb a szempontból, hogy úristen nem ért hozzá, és akkor hogy akkor biztos most akkor izé, ásni kell a Ködröt, hogyha megette az abot. Um, és ez azért rossz, és persze megértem én, hogy, hogy azért nagyon népszerű ez a fitness megegészséges életmód ipar, ami sokan szeretnének így boldogulni, és nem értem, hogy, hogy ezek az emberek, hogyha tudják, hogy amúgy az, amit állítanak, az nem igaz, akkor hogyan számol el így magával hát Valószínűleg nem néztük körbe, vagy nem, nem tudom, hogy ezek az emberek hogy, hogy, hogyan tudnak elszámolni saját magukkal, vagy inkább az hogy, hogy le, de még hogyha még pénzt is uh -huh. keresnek ezzel, hogy hány embert húznak le uh -huh. ilyen dolgokkal. De amit az elején beszéltünk, információ hiány, vagy plusz az is baj, hogy kapsz egyetlen egy információt, és akkor csak az van. Ne? Aha. Igen, 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 igen. csak, ez csak az is van, igaz. és egy tényként, tényként el, amit és mindenki, amit más mond, az, 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 az ja, nem úgy ja. van. Hát én a kritikus gondolkodás alapvetően az, ami azt látom, hogy sokakból sajnos hiányzik, és vagy ez, hogy, ő, hogy ilyen ultraszkeptikus, és semmi nem igaz, mm -hmm. ah, semmi nem történt meg, az se jó irány szerintem, mert azért kell, hogy legyenek ilyen, kapaszkodók úgymond az életben, hogy most akkor ezt, ezt, ezt tényként könyvelem el, és ahhoz viszonyítom ugye az én világlátásomat. De a másik se, hogy valahol ugye hall valamit, és akkor azonnal azt magáévá teszi azt az információt, Ilyen. és akkor ez így van, és bárki, aki más mond, az, az, biztos, hogy, biztos, hogy hülye. És sajnos ugye sokszor ez azért van, mert egyszerűen olyan magabiztossággal tudnak állítani Há, butasságokat, miközben pont erre egy másik podcastbe beszéltünk, talán ilyenkor miközben pont egy, egy, egy önszakember, aki ért hozzá, ért az, amit csinál, pont, hogy óvatosabban szokott fogalmazni, és nem úgy, hogy na, ez minden körülmények között ez uh -huh. így van, és csak az a étrendi vagy edzési irányzat az, ami, ami működhet. Igen, igen. Jó, jó hogy mondod a Robit, mert szerintem hallgattam a podcastot, uh -huh. és nagyon-nagyon érdekes volt, amiket mondott. Mert, mert én is tanulok, szóval uh -huh. mindenki tanul, és szerintem több-több ilyen beszélgetés kéne, mert mert az emberek, én is azt tapasztalom, hogy hogy nagyon sokan néznek most már akár nem tudom, a metrón, uh -huh. vagy akárról hallgatják fülesbe, legalább vagy kardió közben, mert nem egy sorozatot kell uh -huh. berakni, ami valószínűleg lehet, hogy, hogy semmiről nem szól. Ezek most már szerintem uh -huh. sokkal jobb, ja, ja. És, 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 és tök jó, hogy most már itt tartunk, hogy ilyeneket ja, lehet ja. csinálni, és így össze tudnak jönni emberek, és beszélgetni ilyesmi dolgokról mert szerintem mindenkinek tanulnia kéne mindenkitől, aki, aki... Hát is... igen, és abszolút nem szégyen az, hanem pont, hogy ha te azt gondolod, hogy milyen tudsz, akkor soha nem fogsz tudni tanulni. Igen. Ha viszont ugye úgy állsz hozzá, hogy bárki mondhat valami érdekeset, aztán nem kell azt sem ugye kitényként elkönyvelni, hanem nézzünk utána egy picit, próbáljuk meg beépíteni a már általunk hallott információnak a sűrébe, és megint csak nyilván ez egy időigényes, meg, meg energiaigényes, agytekervényigényes folyamat, hogy de attól függetlenül ezt, ezt érdemes elvégezni szerintem, mert azért Értem én, hogy elfoglaltak az emberek, de azért mégis van idő arra, hogy ezt a sorozatot megnézzük, mégis van idő arra, hogy egy kis izé, egy kis hát. instagramozás, szóval akkor már jobb, hogyha az ember ezeket a tevékenységeket csinálja inkább, és persze el lehet mondani, meg én is már több alkalommal nyilatkoztam, hogy mennyire rosszat is tud tenni a közösségi média, viszont akkor azért a közösségi médián keresztül Tud, akár ez a beszélgetés is eljutni másokhoz, és tud hasznos lenni. Szóval én azt gondolom inkább, hogy nem a, ezeket a felületeket kell okolni, hanem inkább, és ez a nehezebb magunkat, mert mi döntjük, hogy mit fogyasztunk ugyanakkor, és és senki nem kényszerít arra, hogy most mi a 52. mit tudom én, táncolós videót nézzük, ahol szomorkodnak emberek, mert éppen mi szomorkodásban vagyunk, Igen. hanem akkor is lehet azt választani, hogy, hogy, hogy értelmesebb tartalmakat fogyasszunk. És nyilván ez meg lehetséges, hogy kevesebb Dopamin termel úgymond nekünk, és, és, és kevésbé tartja fönn az érdeklődésünket abban a pillanatban, mint mondjuk egy akciófilm, de lehetséges, hogy hosszú távon meg ezzel több megy az ember. És boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet tud élni, ami meg a legtöbb embernek a célja. Igen, hát nyilván az ilyesmi fajta sorozatok, meg filmek, lehet, hogy abban a egy órában lehet, hogy feltöltenek, de, de lehet, hogy kicsit akár olvasnál egy pszichológiai yeah. könyvet, vagy többet tanulnál magadról. Igen. Mert nem feltétlenül a világról kell mindent tudnod, amiről most így beszélhetünk, meg, meg és a többi, hanem kicsit ismerd meg saját magad, és lehet, hogy sokkal jobban tudsz majd azonosulni saját magaddal, uh -huh. és sokkal jobban be tudod illeszteni az életviteletbe a dolgokat, hogyha már tudod, hogy mire van szükséged. Uh -huh. Ja, egyébként ez nagyon, nagyon jó gondolat, ezzel tudok azonosulni. és sokan nem jutnak el idáig, még idősebb korban se, az a szomorú szerintem. Akkor, régebben nem is volt Igen. ennyire divatos az, hogy önismeret, meg, meg mit tudom én, fejlesztés Viszont, ahogy korábban mondja mondtad és a beszélgetés korábbi részében, igazából a világ tulajdonképpen a tükörképe neked, saját, saját magadnak. És hogyha te nem vagy jóban magaddal, akkor azt fogod projektálni, és a világot is úgy fogod látni, és minden embert ö, szemét alaknak látod, hogyha magaddal nem jó a viszonyod, és azt kell a szörendbe tenni. Hát meg a, a kis apróságokat se fogod észrevenni. Szóval lehet, hogy csak annyi az apróság, hogy bemész egy kávéért a, a boltba, és rád a, uh -huh. a, a, a kiszolgáló, és már ez, ez, uh -huh. ez, ez, ez tud az embernek szerintem. Hogyha ezekben megtaláld a boldogságot, vagy egy kicsit ilyen, hogy a, a, a nap, a napodat egy picit mm. feldobja, Szerintem ez tök, tök jó dolog tud lenni, és, és nem, nem úgy kell mindenhez hozzáállni, hogy idegeskedsz, és, 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 minden bajod van. Szerintem ez fontos, hogy mindenben meglássuk a, a jót, és a, a, kis örömforrásokat, mert ezek fel tudnak tölteni. Mm. Igen, de ez egyébként azért nehéz. Ezt, ezt, ezzel én is bajba vagyok, egyébként bevallom, hogy hogy sokszor így Pont ebből adódom, talán pont ebből adódom, hogy így már a következő célt nézem, mit lehet elérni, így, így lemaradok. Azt érzem egy piszkét ezekről a mindennapi örömforrásokról, és erre nekem is jobban oda kell figyelni, és erre is sarkadlok mindenkit. Szóval, amit én elmondok, az nem mind azért mondom, hogy én ezt, ezt már bevezettem a saját életembe, de attól függetlenül már ezt felfedeztem, és azért van egy nagy távolság a között, hogy te, te azt tudod, hogy jó információ, meg hogy a saját alkalmazod. De viszont pont ez a fontos igazából, hogy ezt, ezt, meg tudja lépni az ember, hanem is mindenbe ad a legtöbb dologba. Um, mert nem elég az, hogy az ember ugye ezeket így fejből összerakta, hanem ugyan rá is kell lépni a, a tettek mezeire. Igen, igen. Szerintem arra is azt is mondott szerintem így a szavaid, hogy nem mindig éled meg a a napokat. Hát ja. ja, hogy, ja. Hogy a, vagy a jelent. Uh -huh. És igen, ezt szerintem ez nagyon sok embernek probléma, igen. és én is tapasztalom, hogy hogy nem mindig tudjuk megélni a, 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 azt a pillanatot, pedig egyébként szerintem minden pillanatot meg kéne, és még a rosszat is. Uh -huh. Hát igen, ez, ez megint jó gondolat, mert sokan úgy vannak vele, hogy így menekülnek az érzéseiktől egy kicsikét, és oké, hogy a rosszat akkor nem éled meg, de előbb-utóbb meg, meg lehet, hogy sokkal, ezt Freud mondta egyébként, hogy eltemetett érzelmek sokkal csúnyább formában öltenek majd képet, hát, vagy valami ilyesmi. Igen, hát elmondani. ugye ez arról szól, hogy hogyha lehet, hogy eltemetsz magadba valamit, vagy most nem foglalkozol vele, lehet, hogy ideig, óráig valamivel kizökkented magadat, de majd az élet úgy fordítja, uh -huh. hogy az lehet, hogy durvábban jön vissza. Igen, Igen és sose volt könnyebb kizökkenteni magadat, mint most ugye, ahol tényleg itt van a, a telefon, Igen. egy 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 karnyújtásnyire és a világ összes információ érhető, és akkor tudsz nézni akár onnan is sorozat, mm. akár onnan is um, bármit. Um, és azt látom, azt érzem, hogy így az ember folyamatosan egy uh, egy ilyen küzdési szituációba kerül, úgymond a, a világgal, ami körülötte van. És folyamatosan neked azért kell küzdened, hogy így épp tudjál maradni gyakorlatilag ebbe a, a társadalomba. Szóval nem, nem könnyű szituáció, viszont ugye megint csak, ahogy korábban mondtad, és ezt senki nem fogja megtenni helyetted. Igen, és amit mondasz, hogy ezt ezt a szót használva, ha már küzdesz az uh -huh. életbe, de akkor küzdelem is lesz az élet. Szóval, hogyha ezt úgy fogod, hogy te küzdesz, uh -huh. és minden ér, és, és minden ér oda kell tenned magad, és te mindig hátulról kell feljönnöd, Aha. és, és, és minden kínszenvedés, akkor az sajnos olyan uh -huh. is lesz. Akkor az nem, nincs az a gond, hogyha valami uh -huh. egy kicsit ne nehézkesebben uh -huh. megy, de, de valószínűleg, hogyha ezt így vonzott be saját magadnak, uh -huh. és így, 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 állítod magad elé, hogy minden küzdelem, akkor az biztos, biztos hogy küzdelem uh -huh. is lesz. Hát igen, meg, meg nem mindegy, az ember ez hogyan fogja föl? Mert szerintem tud építő jellegű lenni az, hogy az ember harcol valamiért, és fogjál valamiért, és a többi. Viszont az nem jó, ugye, hogyha ezt, ezt ilyen negatív konnotációba. Hát amit fogja mondtál is, és, hogy mindent pozitívan kéne yeah, felfogni, yeah, yeah. nincs azzal se mondtam, valami. Szóval erre is nem is tudom, ezt, ezt, valaki már mondta nekem, lehet, hogy a, a pszichológusom, Aha. mert én is járok Aha. pszichológus, azt szerintem ez semmi probléma, sőt, orvossal iratnám fel mindenkinek okay. egyébként, és, és lehet, hogy ő mondta nekem, hogy Nincs baj a negativitással, nincs baj az, hogyha valami rosszul esik, vagy, vagy akár szidod magad, uh -huh. vagy ö, ilyesmi dolgok, 30 másodperc. Uh -huh. Szíd magad, mondd azt, hogy, hogy mint a mész az autóval, eléd vágott az illető, 30 másodperc. <laughs> és utána állj vissza, uh -huh. és sokkal, sokkal ö, nyugodtabb életet fogsz élni. Hát igen, ja, 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 csak ez is ugye azért nem, nem könnyű feladat, viszont sok nem könnyű feladat van az életben, viszont ha az ember mindig elkerül a nem könnyű feladatokat, akkor ugye előbb-utóbb bele fog kerülni egy olyan szituációba, hogy lesz egy feladat, amit muszáj megoldania neki, viszont nincs már az akarat meg hozzá, mert nem épült föl az által, hogy a, akkor nehéznek tűnődő összesével még olyan nehéz feladatokat megcsinálja. Szóval Éjj. igenis kell az, hogy diszkomfortos szituációba helyezzük magunkat annak érdekében, hogy, hogy tudjunk fejlődni. Pontosan, ez, ez nagyon fontos, hogy. hogy, hogy Hát ugye én, én ezt is mindig ilyen kicsit ilyen rávezettem, mert nekem a hátamra van tetováva a lótuszvirág, uh -huh. és ugye a lótuszvirág is a, a sárból uh -huh. növekszik ki minden ö, reggel, de minden este vissza is uh -huh. bújik. És szerintem ez egy, ez egy nagyon jó kis metafora uh -huh. egyébként, hogy hogy Val, hogy te, hogyha valami kicsit rossz a szituáció, vagy, vagy most, most nem olyan életszakaszba vagy, hogyha azokból kijössz, hát az meg a másik, most így hirtelen eszembe mm -hmm. mert te már biztos tudod, hogy én nagyon nagy Batman rajongó vagy vagyok, terem, és tele vagyok te tovább a Batman -e, és a Batman-ben van egy ilyen idézet, hogy miért zuhanunk a Igen, 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 ez a harmadik részben volt. Talán. Igen, igen, de amúgy szerintem az összesben mondják, aha, de, hogy aha. miért zuhanunk ja, a mélybe, hogy megtanuljunk kimászni belőle, és ez az életre annyira igaz, és, és én még így kicsit hozzácsatolnám, hogy azt a mélyt, azt, azt bizony könyveld el kicsit a, az otthonodnak is, mert nagyon sokszor lesz adott, De mindig ki fogsz mászni. Szóval hogy ez, ez ez nagyon fontos, és amikor visszakerülsz abba, én már amúgy ezt ez szoktam kicsit, hogy kicsit mélyebben érzem újra magam, akkor mindig azt mondom, ezt már ismerem. Ebből <laughs> már kijött. Aha. És szerintem ezek nagyon jó, Na, ezek, ami lehet, hogy nem motiválod magadat, uh -huh. de tudatosítod, Aha. És ez nagyon fontos. Aha. Ezt, az tetszik. ezt tetszik ez a gondolat. Hát. Én hát, általában mindig ezt szoktam. Hogy ezt a helyet már ismerem. Tudom. Aha. Akkor hát igen. Is meg meg az azt fontos megint csak tudatosítani, hogy akár jó szituáció, vagy akár rossz szituációban vagy az el fog múlni. És ezért. Próbáljunk megélni a jó szituációt, mert ez is mulandó, és ezért um, is fontos, hogy amikor meg rossz szituáció, akkor meg tudatos is lesz, hogy ez is fog lesz majd jobb. Igen. Szuper, kicsit térjünk vissza így a szakmádra, hogyha már ugye receptekről, diétás receptekről, mindenmentes receptekről ö, van szó, milyen gyakorlati tanácsokat adnál azoknak, akik szeretnének egy kicsit egy tudatosabban étkezni desszertek tekintetében, akár alapanyagok tekintetében, akár milyen prioritásokat állítsanak fel, és a többi. Hát igazából nyilván ezt is valahol el kell kezdeni, nem a legnehezebb uh -huh. receptemet kell kiválasztani, mert ott szokott előfordulni, hogy kiválasztja az illető a legnehezebb Aha. receptet. Értem én, hogy nagyon jól néz ki, de lehet, hogy az pont egy kicsit ilyen extra. Uh -huh. És, és ott valamit elhibázik, nem olyan lesz, amilyen ne, ahogy nekem sikerül, és akkor úgy van vele, hogy jó neki, ez nem megy, uh -huh. és inkább nem készít. Mindig azt mondom erre, hogy akkor válsz csomó olyan receptem valami, ami pár perces, uh -huh. egy összedobálós, nem tudod elrontani. Na, azokat Összed... majd kíváncsi a Igen, én is. Most, ha, ha még lesz időm, de, de a héten megpróbálom, rizslapos mákos rétest Aha. teszteltem. Arra gondoltam, hogy Rétes nagyon nehéz uh -huh. csinálni, de például ez visszatér visszatérve hogy hogyha valaki egyszerű, de nagyszerű uh -huh. receptet szeretne csinálni, vagy szeretne elkészíteni, itt van ez a rizslap. Uh -huh. Nagyon egyszerű. A rizslapot beáztatod egy meleg vízbe uh -huh. és rögtön egy ilyen állagot fogsz kapni. Uh -huh. Ezt kiteríted egy, egy, egy sütőpapírra, belerakod a tölteléket, amit bármit, akár túrós uh -huh. is lehet, és akkor már ott van, hogy fehérje. Szóval visszatérve arra, hogy milyen alapanyagok a dolgozom én, jó minőségű CH ott a rizslap, uh -huh. fehérje általában az is legyen magas, akár használtuk fehérjeport is, legyenek jó zsírok benne, legyen olyan, amit könnyen tudsz emészteni, uh -huh. és visszakanyarodva a rétesre, ezt csak betöltöd, betekered, Aha. és berakod a sütőbe, Aha. és... Ezt még meg is Ugyan, hogy, hogy, hogy azt mondanád, hogy ú, minden mentes, rétes, mm -hmm. hát az biztos nagyon nehéz. Mm -hmm. Hogyha ha itt vagyok én, és én ezeket már letesztelem, akkor másnak ezzel már nem kell foglalkoznia, mm -hmm. én csak kirakom, és például ez, ez tényleg egy 5-10 perc. Hisz 5 perc az előkészítés, de legyen max. 10, mm -hmm. és 15 percet sül a sütőbe. Szóval ilyen egyszerű recepteket ajánlok én első körben, hogyha valaki... Szeretné ezeket kipróbálni, és, és, és én, én örülök annak egyébként, amikor az emberek megosztogatják a, uh -huh. a recepttelmét, hogy elkészítették, mert azt látom rajtuk, hogy sikerélmények van. És ez annyira jó érzés, főleg amikor megyek a terembe, edzek, és oda jön egy, egy kis csaj, és mondja, hogy futom, hogy annyira jó volt a egyszer elkészítettem, és látom rajta azt, hogy nem feltétlen annak örülnek, hogy ők most desszertet ettek, hanem hogy elkészítették, uh -huh. és sikerült. És nekem igazából ez, a, ez, ez tökre jól tud esni, és tök jó látni rajtuk ezt az örömöt, és valami ezt is szeretném így az emberekbe beleépíteni, hogy, hogy, hogy ne csak az legyen, hogy ők elkészítenek egy mentes desszertet, és, és ezzel pótolnak uh -huh. valamit, hanem azt az élményt, hogy hogy ők ezt elkészítik, uh -huh. megcsinálják, finom lett, és ez így összességében, összességében így egy teljesen ilyen örömforrás uh -huh. tudjon ő okozni nekik. Szóval ezek az egyszerű receptek szerintem nagyon jól tudnak lenni. Nyilván vannak nehezebbek is, de fontos az, hogy akár kísérletezünk, nem, nem feltétlenül kell az én én receptémet használni. Ha van ehhez érzéke uh -huh. az embernek, akkor nyugodtan ő is ő, neki tud állni otthon. Csak tényleg arra kell figyelni, hogy egy jobb minős, jobb, jobb alternatíva, mint egy búzaliszt, uh -huh. rizsliszt, zabliszt, stb. jó, for, jó zsírforrás, jó, ez a, a nehezebbik. Szóval ez a zsírforrás, ez mindig nehéz, ezt tudom, hogy vannak, egy kicsit ilyen, sokan félreértik ezt, hogy jó zsírok. Mm -hmm. Ö, én azt mondom, hogy kis mennyiségben nem feltétlen mm -hmm. van vaja rosszabb zsírokkal sem, de de most már szerintem annyira oda lehet rá figyelni, mert minden mindenhol be lehet ezeket szerezni, ezeket a jobb zsírok, kókusz zsírtok, ok. ez oké, okay, hogy magasabb kalória ez is, de talán jobb hatással lesz uh -huh. a szervezetedre, mint egy, mint egy olaj, bármilyen olaj. Magas fehérje tartalomra is odafigyelek, hogyha desszerteket készítek, mert miért ne lehetne az, hogy ezeket akár mind. Szóval erre is sokszor kitérek, hogy akár a mindennapokba be tudod építeni ezeket a desszerteket, Nem csak egy napot Itt kell ráválasztanod, csak kicsit legyél tudatosabb. Jött a reggelid, de ha te például már korán reggel leedzettél, munka előtt, és csinálta egy ilyen desszertet, uh -huh. ami jó fehérje, jó zsír, jó CH, akkor az edzés után miért ne lehetne a reggelit? Uh -huh. Nem kell feltétlen neked a tojását, tehát megenni zöldségekkel, meg stb. Oké, okay, azt is meg lehet, akkor mit tudom én, kevesebbet ebből a desszertből, és egy ilyen még mellé egy kevés kis zöldséget, uh -huh. kis tojást. Szóval, hogy ezeket ki tudod pótolni? És ez a legfontosabb egyébként szerintem, hogy ezeket így úgy építsd be, hogy, hogy pótold a, a desszert hiányodat, uh -huh. és és közben meg a céljaidat ezeket Igen. mind ö, ö, előre viszi. Igen. Igen, és itt is fontos azt látni, hogy Oké, okay, hogy mondjuk csirker is a visszakanyarodunk, de tulajdonképpen itt is egy, egy, jó szédrát forrásról beszélünk, amit a legtöbben nagyon jól emésztenek, meg egy jó fehérje forrásról, amik azért jó áron is vannak, könnyűből le sokat csinálni, viszonylag sokáig el is állnak. Um, viszont összességében neked nem csirker is követelményed van, hanem fehérje, szédret, meg zsír Igen, követelményed, így, hát az ezek és ezek is azért lehet sakkozni, szóval nem kell. Tehát én például sose fix makrókat szoktam számolni, mert nem versenyzőkkel szoktam uh -huh. dolgozni, hanem hobbistákkal, én kalóriát szoktam, meg fehérjét, a szédret, zsír, meg egy is legyen drasztikusan alacsony, mert Igen. az nem feltétlenül optimális. Viszont, hogyha ezt így tudatosítjuk magunkba, hogy, hogy tulajdonképpen ez, ami számít, és rengeteg dologban van fehér rengeteg dologban van szédret, rengeteg dologban van zsír, és ezek közül ha választunk olyan amiket szeretünk is, és amik a céljainkkal um, kölcsönhatásba is vannak, akkor azzal nagyon mellé nem lehet lőni. Um, csak nyilván ez megint egy kísérletezést igényel az embereknek a, a részéről. Hát természetesen, hát de, de amit beszéltünk, is, minden, minden kísérletezés, de hogyha már én adok ilyen alapokat, uh -huh. akkor szerintem azért van egy irány, is, és el lehet indulni, és bepróbálok segíteni uh -huh. az embereknek tényleg, hogy, hogy ezekről ne kelljen lemondani nyilván itt nem a versenyzőkről beszélünk, hanem itt tényleg az időzés átlag emberekről, akik hobbiból edzenek, hobbiból szeretnék formálni a testüket, vagy lefogyni, akármi, vagy csak tényleg, amit beszéltünk, van egy esküvő, van egy cél, semmi probléma, csak nem kell drasztikus Igen. diétákat választani, hanem akár akár ilyen desszertekhez is lehet nyúlni, nyugodtan, nem kell tőlük megijedni, és, és megígérem, hogy nagyon finom lesz. <laughs> Igen, sokan egyébként úgy vannak vele, hogy nem versenyző céljaik vannak, mégis próbálnak versenyzők módjára vagy enni, vagy, vagy pedig edzeni, és ez nem lesz célra. Ez azért most gondoljunk abból, hogy egy versenyző és verseny szokott általában így enni, és az igazából kettő-három hónap egy év és ők is Igen. el szoktak menni azért hogy? mindenhova enni. Viszont egy nagyon fontos kérdés, amire még nem kaptok választ a kedves nézők, ez a mindenmentes, és ez többször elhangzott már, ezt te hogyan apostrofálnád, ez Aha. mit jelent a te számodra, és milyen előnyökkel járhat az emberek életében? A mindenmentes, ugye általában ez is nagyon nagy információ hiány, <hül> szóval jó, hogy ezt így kiemelted ezt a mindenmentes, mert nagyon sok Altszínben látom ezt, hogy mindenmentes, ilyen meg olyan desszert, uh -huh. de rögtön az első, ami benne van, a tojás, uh -huh. vagy, 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 vagy ott a, a, a tejtermék. Uh -huh. ez, 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 ez sajnos egy kicsit félrevezetés az embereknél. Ki kell arra térnem, hogy a mindenmentes az tényleg arról szól, hogy glutén, cukor, tej és tojásmentes, uh -huh. és ezáltal a vegán aha, is. Aha, aha. És én azért kezdtem erre nagyon ráállni, és ilyen desszerteket is megosztani, uh -huh. recepteket, mert nagyon sok igény lett rá. Uh -huh. Nagyon sokan írtak, hogy, hogy, hogy ők érzékenyek a tojásra, a tejre, vagy akár tényleg mindenre, uh -huh. és, és hogy, hogy még nagyobb palettát tudják el, tudjak előállítani nekik, és ezzel segítve, mert mert most már azt tapasztalom, hogy mindenkinek van valami uh -huh. érzékenysége, még aki nem is akarja tudatosítani saját magába. És ezért fontos egy mindenmentes desszert, sokkal jobban tudod emészteni, sokkal jobban be tudod építeni a, 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 az étrendedbe. És és szerintem az is fontos, hogy egy ilyen desszert mennyire tud mentálisan feltölteni, mert... mert ö, kicsit eddig is ülteti benned az, hogy, hogy oké, hogy bűntudat nélkül fogyasztottad el, de egyébként meg minden olyan benne volt, amire szükséged van. És ez a jó. Mert ha megeszel egy péksütit a, a sarki pékségben, és átgondolod, hogy amúgy mi is volt benne, semmi. Hát igen, meg még sokszor, ha a kalóriában nem is feltétlenül több, de azért legtöbbször igen, fehérjében mindenképpen szegényebb. És Há, ugye, igen. akkor hogy a, a kalória lesz a legfontosabb, viszont ugye nem mindegy, hogy te megettél 2000 kalóriát egy nap, és mennyire vagy jól lakott, uh, így a napokban, hetekben, vagy pedig megettél kézzel kalóriát, és tényleg délőttre megetted, és már onnantól kezdve gatya. És ez egyébként nagyon-nagyon uh, gyakori hiba embereknél, hogy megint csak hogy nagyon uh, elérhetőek ezek a sarki péksítések, és sokan vannak, hogy nincs ide otthon enni, uh, és akkor rohan munkába, és gyorsan bekapkod uh -huh. 6-8 ilyen kis péksütőt, és ezek meg a, legrosszabbak, úgymond abból a szempontból, hogy nagyon sok szíret, nagyon sok zsír, nagyon kevés félre, nagyon nem laktat, és adás ugye megdobja megint csak az inzulint, és utána bekómál az ember, és csodálkoznak, hogy miért nem tudnak dolgozni gyakorlatilag egész nap. Bezzek, hogyha van magasabb, picit, picit, magasabb rossz tartalmú, jóval magasabb félretartalmú, szintén Akár péksütiket, hát mert ezeket is el lehet, lehet kiszteni azért jobban. hogy ilyeneket fogyasztanak, sokkal jobban éreznék magukat a mindennapokban. Igen, igen, hát meg ugye az emésztés is igen. fontos igen. szerintem, hogy, hogy olyan alapanyagos, olyan alternatívákat együnk, amik az emésztésünket is elősegítik, mert szerintem ez is az egyik világ legnagyobb problémája, mindenki rossz az emésztése, igen. Igen. És, és, és ezek. Tök érdekes, hogy ezek a desszertek még ebbe is tudnak mm -hmm. segíteni. Igen. Én úgy vagyok éppként, ezzel egy kicsit reflektálnék erre a mindentmentesre, hogy én speciál abban hiszek meg, azt olvasunk, ki a tanulmányokból, hogy nem kell mindenkinek az összeset elhagynia, hogyha jól a benséggel, viszont attól még kísérletezni lehet vele. Tehát nekem is volt olyan időszak, amikor például gluténmentesen uh -huh. ettem, megvizsgálva azt, hogy nekem jobb az emésztésem. Nekem speciál nem okozott változás, ah. de mástok lehet, hogy igen. Szóval én ezt szeretném így másik főbb üzenetként elültetni az embereknek a fejében egy kicsikét, hogy, hogy nagyon sokan ráugranak trendekre, hogy na most akkor ő minden mentesen eszik, uh -huh. és amúgy nem is tudja, hogy miért. Lehet, hogy egyébként neki fog pozitív változást okozni, és szerintem az tök jó, viszont alapvetően meg nem biztos, hogy ki kell zárni a hogyha meg nincs ilyen probléma, ami fönnáll. Mert valaki jól reagál a tejre, uh -huh. valaki jól reagál a glutérre, viszont sokan vannak, akik nem, vagy nem tudják, hogy nem. Viszont ilyenkor érdemes egy ilyen, hogy formazom, elimination diet, hát nem tudom ennek mi a magyar följe, folytatni, ami azt jelenti, hogy te fogod, és egyszerre csak egy ételt vagy ételcsoportot csoportot elhagysz, uh -huh. helyettesítesz, vagy vagy pessége kizársz, és megvizsgálod, hogy a te emésztésed jobban működik-e. És el lehet menni különböző intolerancia tesztekre, de én nem látom, hogy ezek annyira pontosak lennének. Én is uh, többször igen. voltam egyébként intolerancia vizsgálaton. Először kijött az, hogy tejre érzékelők, -e, uh -huh. másodszor az, hogy laktóz, még az, hogy egyik se. Most mi az igazság? Nyilván ez csak egy pillanatnyi állapotot tud felmérni. Igen, igen, igen. Um, és azért itt is lehetséges, hogy mondjuk az emésztőrendszeredben volt egy gyulladás, és abból adódóan nem hát, tudtad el... le. volt igen. valami? igen. igen, igen, igen ez meg a másik, akár ilyen szempontból is lehet jó kísérletezgetni az ilyen mindenmentes receptekkel, hogy lehetséges, hogy neked amúgy van egy nagyon enyhe laktózérzékenységed, és alapvetően nem jelent problémád, de hogyha mondjuk minden nap fogyasztasz laktóz, akkor már kialakult valami, igen. és ilyenkor érdemes lehet legalább időszakosan átváltani egy olyan diétára, ami esetleg ezeket nélkülözi, vagy, vagy abszolút minimalizálja. Igen, igen. És egyébként, hogyha már ezt megnézzük, hogy mennyire lehet rossz az, hogyha ha valami folyamatosan tejet iszol akár a kávéhoz, uh -huh. és akár ki tud jönni egy ilyen érzékenység, hogy te laktóz, mert ugye telítődik Abszolút. a szervezetedbe, de megfordítom a dolgot, és erre pont egy testépítő ö, lány uh -huh. hívta fel a figyelmemet és igazat neki, és azóta ezt így, ez, ez, ez tök jó, hogy ez, ez bennem is így tudatosult, hogy az se jó tényleg, hogyha mindig minden mentesen eszel. Uh -huh, uh -huh. Szóval ez se szabad, hogy el mert benned, hogy akkor te és tegyük fel, nem vagy érzékeny, mert akkor leszel. Aha. Mert elkezdesz minden mentesen menni, uh -huh. a szervezeted elkezd ráállni, és teljesen elszokik a nem uh -huh. ö mentes dolgoktól, és akkor hirtelen egyszer csak te gondolsz egyet, uh -huh. és megkívánsz egy kakorust, és leküldöd, és onnantól kezdve minden bajod uh -huh. lesz tőle, és valószínűleg azért, mert annyira hozzászoktattad magad a mindenmentes ételekhez, hogy onnantól kezdve már ott a belbolyhok, uh -huh. és ezt, ezt bocsánat, ha ezt rosszul mondom, mert nem vagyok, uh -huh. nem értek, de a országot nem tudja úgy feldolgozni uh -huh. ott, a, ott a dolgot a, a, az emésztés, és ez sem jó, uh -huh. hogyha nagyon elmegyünk. Itt is a balansz. Igen. Itt is találjuk meg, hogy, hogy tényleg, hogy a, a hétköznapokat nézzük, akkor ha mi szeretnénk a hétköznapokban desszertet enni, akkor válaszunk egy kicsit mentesebbet. Uh -huh lehet, hogy az, lehet, hogy neked az a fontos, hogy a legyen magas fehérje tartalom, nem zavar az, hogyha a teljes fehérjebe fehérjében van semmi gond, akkor, akkor egyél olyat. Uh -huh. De hogyha ha te, te vegán fehérjét szeretnél fogyasztani, akkor vegán fehérjével fogyaszt, uh -huh. vagy készítsd el azt a desszertet. Szóval ez mindig saját magunknak kell testre szabni, vizsgálgassuk magunkat, amit te is mondtál, hogy ha erre rosszul reagálunk, akkor mi, ha azt kiveszem, uh -huh eltelik két hét, három hét, jobban érzem magam, mert szerintem ez, ez ilyen érzésből is érzi az ember, hogy, hogy milyen a hangulata, vagy bármi, és, és hogyha az működik, akkor, lehet, hogy az a telítődve volt a szervezetedbe, és tudod, hogy arra egy kicsit érzékenyebb vagy. Nem ke, feltétlenül kell elmenni ö, ilyen vizsgálatokra, szerintem saját magad is ki tudod vizsgálni. Mondom, nálam is inkább a glutén a szokott probléma, a telj, semmi. A glutén az, ami, ami néha így, így szórakozik, és érzem, hogy, hogy be tudok vizesedni tőle. Éppen, ezt nagyon jó, hogy hozzátette még a, a, az előzőt, hogy nem kell sőt, az sem biztos, hogy jó, hogyha teljesen kizárja Pászal. ezeket az ember, mert hogy alapvetően neked a, a BL e. mikrobiomod, az a közösség uh -huh. baktérium élő kultúra, közösség, ami az emésztőrendszereben található, azért az tud ebből tanulni. És ugye, hogyha, amit, amit ahogy mondtad is, kizársz ételcsoportot, amit mm -hmm. neked nem kellene, utána pedig visszapróbálod hozni, akkor utána uh, az emésztésed az lehet, hogy kicsit gatya. Sok sportolónál, és igen, sok sportolónál is előfordul ez testépítőnél, hogy ilyen nagyon szigorú diétát tartott mm -hmm. versenyfelkészítésben, és utána pedig fokozatosan kell neki visszaépíteni a különböző egyéb tápanyagforrásokat, annak érdekében, hogy fel tudja dolgozni a szervezete. Um, viszont ahogy mondod is, itt fontos az, hogy kísérlet ezen az emberek kicsikét, és ezt nem, nem győzöm tényleg hangsúlyozni, hogy lehet ez egy jó út, sok ember profitálna abból, viszont itt is ugye mértékkel um, fogyassza mindent. minden. Igen, igen, igen. Hát mind, mindent egyébként, szóval, hogy, hogy nem kell mindenre így csőlátással rámenni, tesztelt, hogy mi a jó, igen. És, és ennyi. Hát én is egyébként amikor a legelén elkezdtem, akkor ilyen csak fehérjesütikkel kezdtem. Uh -huh. Nem volt gluténmentes, meg uh -huh. nem volt termentes. Az volt a lényeg, hogy magas fehérje tartalom legyen és benne. Már az is eleve, egy tök jó dolog. És már az is. Szóval, hogy, hogy itt, itt, tényleg, mert tudom azt, hogy már az is trend egyébként, hogy valaki kiáll az mellett, hogy, hogy nem kell mindig minden mentesnek. Igaza is van, de, de nem kell. Ezt, ezt így megtámadni, Aha. hanem ott is egy kicsit tud, mert ez is már igen, igen, vadász, igen. Igen, meg ez is hatásvadász, hogy hú, nem kell mindig minden menteset, mert ugye most már az is divet, hogy mindenki egészségesebb Aha. recepteket próbál csinálni, az szóval hogy mindenki próbál megfogni mindent, de de valószínűleg nem mindig jön át az, amiről kéne itt szólnia, és én ezt nagyon szeretném átadni, és ezért is, ha én kirakok videókat a receptekről is, és plusz gondolatokat adok át benne, az, az pont arról szól, hogy kicsit az előnyére váljon mm -hmm. mindenkinek, és hogy ettől nem kell megijedni, mert mert mindenki teste tudja szabni szerintem. Igen. Ezt szerintem jó végszó is volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szerintem nagyon jó beszélgetés Én is sok mindent tudtam bőle tanulni, úgyhogy lehet, hogy majd még folytatjuk ezt a Oké. beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és a kedves nézőktől is elköszönnék a az Instagram fiókját be fogom jelölni a leírásba, és hogyha nem lennél feliratkozva, akkor iratkozz fel, kommentelj valami szépet, nyomj egy lájkot, és a következő videó találkozunk. És sziasztok!